Hát akkor folytassuk a szünet után. Nagyon-nagyon sok témát hoztál föl, amire én azért örülök, mert ezek a témák nálunk azért sűrűn forognak, és örülök, hogy bejössz hozzánk, és ugyanott folytatjuk. És ami az egyik legérdekesebb, amit te mondtál, hogy szerepet játszunk. Az azért tetszik nekem ez a megközelítés, mert ezt a szerepet van, aki túl szerepli magát, túlvállalja, vagy mit tudom, hát ami mostanában nagyon divat, hogy nem a saját szerepét játsza, hanem valakiét akarja eljátszani, csak nem az ő életét. Nem az, ami az ő dolga lenne. Ugyanis hát a legfontosabb az lenne mindenkinek, hogyha már leszületett, vagy lerendelték, vagy esetleg magától is, mert az is lehet. Ugyanis akkor meg kéne tudnia, hogy mi az élet feladata. És én azt veszem észre, tudod, Gunagria, hogy nagyon sok ember nemhogy nem tudja, nem is kíváncsi az élet feladatára, mert azt hiszi, hogy az, amit neki elé tesznek. És ez egy óriási probléma, mert ma az általános nézet az mégiscsak ott mozog, hogy megszülettem, járom azt az iskolákat, amennyit jár, elmegy egész egyetemig. Nekem meggyőződésem, hogy még az óvodás, vagy a kis, mondjuk 10 éves korig sokkal értelmesebb, mint amikor befejezi az egyetemet. Miért? Mert az összes tudást, amit lehozott, amit te is említetted, hogy benne van, a mai tanrend, én nem tudom máshol, hogy van, de az itteni tudom, az teljes mértékig törli. Teljes mértékig azt akarja megtanítani, amire őt szánni szeretnék, amire őt be akarják fogni. Tehát mondjuk egy nagyon jó menedzser legyél, egy nagyon-nagyon jó pénzügyes legyél, egy nagyon-nagyon jó, mit tudom én, milyen, most nem akarom tovább ragozni, mindegy. De ne az legyél, amit te szerettél lenni. És ugye egész életünkben végigmegyünk egy munkahelyen, és igazából a szülők kitanítatnak egy olyanra, ami nincs dolgod. Amikor megkérdezték, a valamelyik szülő megkérdezni a gyerekét, hogy mi szeretnél lenni, na ott lép be az ego, mert a szülők elkezdenek versengeni, hát ő belőle ez legyen, meg az legyen, meg amaz legyen. Miért ne lehessen az, ami a gyerek is szeretne lenni? Itt ott van benne az az alap, hogy amiért ő leszületett, ő még emlékszik. És örülök, hogy erről te jól mondtad a dolgokat, mert a gyerekben benne vannak nem csak a gyerekes dolgok, hanem az emlékek is. És minél tovább űzzük, még járjál, ezeket az emlékeket már tényleg már visszaidézni kell tudatni, és nagyon kevés az ember, aki vissza tudja hozni a már eltorzult gyermeket. Nagyon kevés. És én akkor látok különböző megmozdulásokat, hogy a tanároknak a bére, ezt sokan hallják, én most Magyarországról beszélek, a kényszerhatáról innen. Akkor mindenki, hogy álljunk ki mellé. Igen, persze, ez jó. De azok a tanárok, mikor állnak ki azzal, hogy szeretnének valódi tanrendet tanítani, valódi tematikát, valami valódi tudást, mert ennyire tantervet tanítanak, amiben nincs tudás. És én ezt egész biztosan érzem, hogy ez globális probléma, mert amikor te meghallgatsz egy olyan előadást, vagy egy olyan filmet, amiben valami kicsit úgy mondjuk, hogy misztikusabb, akkor megjelenik az a bizonyos tanterv. Véletlenül se lépél 6000 éven túlra. Véletlenül se hidd el. És ugye neked most itt, akiket mondogattál, hogy olyan helyen vannak Erdélyben, akik ha azt mondom, hogy 6000 év az emberiségnek a történelme, akkor ott Erdélyben nem egy földkurgán van, ott vannak azok a területek, amik árulkodnak arra, hogy volt egy özönvíz, ami 13000 éve volt, és akkor akik megemelték a magasföldi kultúrákat, azok a pallakultúrákat ott megtették, akkor ott hány tízezer évről beszélhetünk, hiszen jártam azokon a helyeken, nem egyszer. Tehát, 30 000. Hát az a 30-35 000, és amikor ott voltunk ki Erdélyben, ott simán tudták és mondták. És akkor akkor a tanárok megmondogatják szépen nekem azt, hogy ők több pénzt akarnak azért a tanításért. Hát én nekem azt mondom, hogy kapjál több pénzt, de legalább annyira legyél hangos azért,
amit tanítasz, hogy az nem ér semmit. Tehát a kettőt pariba kell tenni. Én tudom, hogy nem a tanárok tehetnek róla, azt is tudom, hogy a szakmák se teljesen, de igenis akkor az a véleményem, hogy ahhoz, hogy mi nekünk most nagyon sok a feladatunk, és nektek is nagyon sok a feladatoktok, ahhoz igenis ott van az a mély hallgatás, hogy belehajtottuk a fejünket, és ami a legrosszabb, a ma embere meg tudott valósítani, bele tudott szokni a fájdalomba, bele tud szokni a nélkülözésbe, bele tud szokni, hogy elvonások, bele tud szokni a különböző rémhírekbe, mert megszokja. Majd megszokjuk ezt is. Na, itt kezdődik az a bizonyos spirituális ébredés, amikor nem a fájdalmat akarod megszokni, nem a fájdalomhoz akarsz emléket kötődni, hanem a tudásodhoz, saját magodhoz, a magodba. Ez egy csodálatos nyelv, amilyenki, egy csodálatos nyelv, és minden szavunkat, ha nem törték volna a darabokra, minden szavunk egy komplett képlet, hogy mi hogy működik. Mi, aki hallgatunk bárkit is, és bármilyen messzire jövő spirituális tanításokat hallunk, akkor óhatatlanul visszaköszönt benne a mi múltunk. Ezt nyugodtan elmehetünk Indiába, nyugodtan elmehetünk Északra, nyugodtan elmehetünk Dél-Amerikába. Érdekes módon a mi múltunk ott van. Ott tudják, Indiában tudják, hogy kik a magyarok. A magyarok meg nem tudják, kik laknak Indiában. A Kárpát-medence, ami meghatározó helyszín, ami meggyőződésem, hogy az emberiségnek a felemelkedési központja, az egész Kárpát-medence, ott elkerülhetetlen, hogy tudatosságba és tudatszintbe, tudásba, képességekbe emelkednie kell. És ehhez kell hallgatni téged, meg még nagyon sokat, és amikor ez megtörténik, akkor már nem a félelem fogja irányítani az embereket, hanem a képesség. A képességek megszerzését csak egy módon lehet megszerezni, ha szándékunk van rá. A szándékunkat pedig mi magunk írjuk, vagy azt mondjuk, hogy ne eltoljuk. És ez a bizonyos szív hangja, én azt mondom, hogy ez a tiszta akaratod, az a tiszta sugallatod, hogy igenis válj újra azzá, aki vagy. Mert most is az vagy, mindenki az. Itt nincs olyan, hogy már te neked az a sorsod, hogy dolgozzál, aztán temessenek. Hogy emlegetted, és most csak azért, hogy az elén mondom, hogy kitérjek egy pár dologra, hogy emlegetted, hogy a test meg elmúlik. Nézzétek meg, milyen kultuszt csináltunk a testből. Járunk, azt hiszem, nagyon sokan járnak különböző temetőkbe. Kérdezem, ott ki van? Kit találtál? Megkarcoltad a karodon az egyiket, úgy hívod, hogy érzelem, amit értek, a másikod meg úgy hívod, hogy anyagi. Mert hogy nem gyenge pénzben van az, aki séta, abban biztos lehetsz. Kit találtál a temetőben? Az Isten ember, ami az ember maga, belehajtotta a fejét abba, hogy már engedi, hogy elégessék, engedi, hogy kőszarkofágba tegyék, és nem engedi meg azt, ami a körforgásban benne van a létezésébe. Add vissza azt, ami a földé. A föld a te anyád, a te megtartód, add vissza a testedet annak, akitől származtatott. Te, neked ez a dolgod, a tested, ne foglalkozz tovább. Elhűltünk már nagyon sok évet, meg kencefice, meg jobbra-balra, meg mindent elhasználunk rá, és a végén, amikor már mindent kifizettél, már minden műtéten átestél, már minden nyavaját megettél, megittál, akkor hopp, dobd be a tűzbe. Hol van a gondolkodás? Hát akkor olcsóbb lesz a telek a temetőbe. Hát igen. És ugye összetévesztik, tudod, hogy... Nem kell keresni egy jó kilátást. Hát igen. Összetévesztik nagyon sokan a temetőt a vágóhíddal. A kettő között óriás a különbség. Mind a kettő szomorú hely, de energetikailag a vágóhídra mész lakni, akkor majdnem biztos, hogy a fájdalom energiába fogsz fürödni egész életedben, amíg azt a ostoba döntést nem írod végre felül, hogy onnan azonnal mész. A temetőben semmiben fogsz csinálni. Gyönyörködsz a tudatlanságodba, mert nem vagy hajlandó megérteni azt, hogy amikor te kimész, ott nincs senki, mert akiért kimész, azt te már kivitted magaddal. És amikor azt mondod, hogy ott hagytad, akkor téved, visszasétál vele, mert benned él
ezt hívhatod emléknek, bárminek, az benned él. És a keleti kultúrában, Indiában is, hát kicsit más a halott kultusz. Ők pontosan tudják, hogy a halott az nem azt jelenti, hogy itt ennyi volt az európai embernek. Mit sugalnak? A modern embernek. Hogy ennyi volt, egyszer élj, az kész. Keleti kultúra, Ázsia-India, meg Afrika, lenézik őket. Bár most már kezdenek odafigyelni, hogy sokkal többet tudnak. Ott meg pontosan tudják, hogy hát ez a megtapasztalásod ennyi volt. Én mikor azt mondtam neked, hogy 120 év, én nem azért mondtam, mert ez egy olyan szám, amit benne van a genetikánkban. Ha eljut az emberiség, és nem csak most a magyarról, az emberiség úgy globálisan eljut oda, hogy a tudatát végre hajlandó megnyitni és beengedni magába azokat az infokat, kinyílik neki ez a lehetőség, de ehhez két dolgot nagyon gyorsan változtatni kell. A gondolkodását, meg amit a testébe tesz. Mert ma a testedbe akár mennyire lehetsz te bármilyen, tudatlanul eszünk meg mindent. Ti ugye tudom, hogy vegánok vagytok, meg vegetáriánusok. Mint nagyon sokan. Én azt mondom, hogy mindent elfogadok, csak egy kérdést teszek föl mindenkinek. Tudod-e azt, hogy az, ami vegán, meg vegetáriánus, vagy nem vegán, nem vegetáriánus, tudod-e azt, hogy honnan ered? Mert ma a bolygón le van szennyezve minden. De minden onnan ered a szennyből. Igen. Tehát akkor tök mindegy, hogy te vega vagy, vagy nem vagy vega, vagy húsevő, vagy csak húsevő, bár kannibál. Meg kell érteni, hogy ezzel a környezetünket kell lerendezni. Mert a környezetünkben van. A tudatos ember nem úgy gondolkodó tudatos, az azt mondja, hogy önellátó leszek. Önellátó leszek. De mivel kezdesz? Bemész a megszokott szupermarketedbe, és kiveszed a szennyt? Vagy azt mondod, hogy a te föltedbe beteszed azt a magot, amit ott kínálnak? Hát eleve nem lehetsz tiszta. Óriási az a felelősség, amit a mostani, én úgy érzem, hogy tudatosult, meg, sokszor azt mondjuk, hogy megvilágosult, hord magán, mert őneki egyszer, ő lesz most a prototípusra az új embernek, hogy hogy kerül ez már vissza oda a helyére. Kettő, neki olyan döntéseket kell hozni, amit a többsége még nagyon nem ért. De jó üzenet, hogy egyre nagyobb ez a kör. És ez egy ilyen szűk olló volt még, most meg már így bővül. És egyre nagyobb. Miért? Mert vissza akar kerülni önmagába, vissza akar kerülni ahhoz a létezési formájához, amit érez zsigerbe, hogy valami nem stimmel vele. De azt nagyon érzi. És ha vissza tud kerülni, kinyílnak neki olyan lehetőségek, olyan dolgok, olyan opciók, amit, ahogy te is említetted, hát nem képes meglátni. Hát tudatilag nem tudja meglátni. Itt minden rendben lenne. Harmadik szeme ott van. Ott van a lehetőség? Hát persze, hogy ott van. Mérgezzük rendesen? Szennyezzük? Hát persze. Hát attól nem tud tudatosulni. Pedig a vágy már megvan. És amikor azt mondjuk, hogy vágyak, akkor én azt mondom azt, hogy van realitás. A vágyak mindig akkor jó, ha reálisan gondolod végig, hogy azt az utat hajlandó vagy megtenni, meg is tudod tenni, és ha bármikor valami el akar téríteni, te kitartasz mellette. Mint ahogy te a vegán életmód mellett, ő amellett, ő meg amellett, meg amellett. A legfontosabb, hogy először a célokat kell meghatározni, amely mindenképpen összhangba kell legyen azzal az élet feladattal, amivel leszülettünk. Ez a legfontosabb. Ami ettől eltér, az egy újabb kör arra, hogy hátra visszatalálsz. Nem tudom, mi a véleményed erről. Sok mindent mondta. Sok mindent azt mondtam. Van a külső világ, meg a belső világ. A külső világban az emberek tüntetnek. Mert nincsenek megelégedve, mert mindenhol meglopják őket, és ha ők nem tudnak annyit lopni, akkor felháborodnak. Hát ez így van. Nekem van egy álmom.
Tudod, ha azt a szellemet kiengedhetném az üvegből, azt mondaná, hogy Gunagre, három kívánságod lehet, de azt mondanám, csak egyet, de azt biztos van. Egyetlen egy kívánságom lenne, hogy tudjak az embereknek a fejükbe egy őszinteség kényszert beletenni. Be az agyukba beimplantálni, és képzeld el, akkor hónaptól kezdve mindenki őszinte lenne. És kiállna, és elkezdeni a beszédét, upszi, upszi! Tudod, mennyi idő alatt változna meg ez a külső élet? Napok alatt. Mert még csak zűr se lenne belőle, mert mindenki őszinte kéne legyen. És mindenkinek van a füle mögött. Úgyhogy az őszintességgel van a baj, és aztán ebből jön minden probléma. De az, hogy az embereket mire nevelik, meg hogy nevelik, nevelésül is nekem van egy elméletem. Ha egy gyereket születésétől kezdve, már a bölcsőben, mikor kezdi megkóstolni a lábait, meg felfedezni a kezeit, elkezdenéd dicsérni. Naponta sok százszor. És bármit tesz, mindenre megdicséred, és mindenre bátorítod, biztatod. És ez a gyerek úgy nőne fel, és ő rájönne arra, hát ő nem is jönne rá, mert nem is tudná, hogy létezik hiba, de ő hiba nélküli volna. Neki soha nem mondanák azt, hogy hülye vagy, fiam, mert nem így csinálta. Hanem mindig azt mondta, fúj, de ügyes vagy. Máma 2 percet tovább tartott azt az edény, mielőtt kilocsolt. Hát csodás gyerek vagy. Csak így tovább. Mikor ez a gyerek elmenne a suliba, már az iskola se tudná őt elrontani, mert te mindig megmaradnál mögötte, biztosítéknak, hogy ő tökéletes. Hát én ebből elég sokat megcsináltam a gyermekeimmel, mert engem klasszikus módon neveltek, pálcával, meg poffal, de az iskolában, meg otthon is. Pekjen volt, mert anyám tanítónő volt, úgyhogy amit a tanítónő kiosztott, akkor mire hazamentem, már tudta anyám, és akkor ott is megkaptam érte a büntetést. És én rájöttem, hogy ők nem jobb büntetnek. Mert bennem nem volt soha tudatos, hogy én rosszulnék. És hiába büntettek meg, én csak azt éreztem, hogy ez nem nekem szól. A gyerek az másképpen éli meg. A gyereknek még van az őszintessége, de még van a fantázia világa. És az mondjuk az én szerencsém volt, hogy olyan lélek voltam, hogy nem tudott az iskola tönkretenni, és a szüleim nagyon. Csak kicsit. De én akkor megesküdtem, hogy soha felnőtt nem leszek. Mert a felnőttek világa az nem őszinte, és nem helyes. Aztán egyszer mégis felnőtt lettem, ezt a könyvembe egyébként leírtam, a 3. kívánság című könyvembe, ahol az életemről van szó, meg hogy kerültem én ide, ahol vagyok. De én a gyermekeimmel nem voltam felnőtt. Úgyhogy én velük egészen másképp bántam. Én soha nem vertem meg őket. És én mindig megvédtem. Mikor a kisebbik fiamat ki akarták rúgni a suliból,
akkor gondolom ez öröklődik, mert velem is ilyen történt. Úgyhogy felhívtak a sulihoz, és ott egy órán keresztül egy tanár, az igazgató, meg nem tudom milyen bizottsági tagok, lefestették nekünk, hogy micsoda egy gyerek nő fel, akiből egy gazember lesz, meg hihetetlen, hogy miket kitaláltak, meg elmondtak. Feleségem a végén már remegett, micsoda torszülöttet hoztunk létre, társadalom ellensége, meg mit tudom. Na, a végén azt mondják, akkor gyermeket rendbe kell tenni, mondja a feleségem, jó, jó. Megyünk hazafelé a kocsiba, nagy csendbe. Gyászos volt szegény anyuka. Azt mondja nekem, most remélem, hogy most aztán komolyan előveszed a kölyket. Mondom, igen, igen, elrendezem én. Hazamentünk, gyermek kidugja a szobából a fejt. Mi van? De hogy mi van? Mire mi van? Hát a suliba. Hát mit mondtak, vagy mi van? Ne is kezd el. Ezek a hülye tanárok. Azt mondták rólad, hogy belőled egy terrorista gazember lesz. Te el tudod képzelni ezt a sértést, amit velem csináltak ezek a gazemberek? Hát nem, majdnem rájuk borítottam az asztalt. Hát ha nincs bennem egy kicsi gátlás, én ott megverem őket. Rólad te a világ legjobb gyermeke, aki csupa szív vagy. Én folyok szét, ha rád nézek, mert én tőled csak tanulni tudok. Mert annyira szeretetteljes és tökéletes vagy. És rólad ilyeneket beszéltek. Jaj, hát apa, azért nem ebben úgy van. Mondom, mi az, hogy nem ebben úgy van? Hát azért nem olyan rosszak a tanárok. Mondom, te egyet se dicsél nekem. Aki az én gyermekemről ilyen mondott, az nekem csak ellenség lehet, érted? Ne törődj, mert mondom, ne törődj, te ne törődj. Ha még egyszer ilyen mondnak, én mondom neked, hogy oda megyek, és megverem őket. Rendesen. Apa, én ígérem neked, hogy intézkedek, hogy ezek aztán többet ilyen nem mondjanak. Hát mondom, én nem hiszem meg tudod csinálni, mert olyan gonoszságokat mondtak rólad, hogy azt hogy tudod kivenni a fejükből, én nem tudom. Én elrendezem. Na mondom, hát ha szerencsénk van, ha nem, kirúgnak biztos a suliból, ha megverem az igazgatót. Hát. Jaj, nem. Na, így folyt le az egész jó a rendezés. Az egy a feleségem. Te biztos vagy abban, hogy helyesen cselekedtél? Mondom neki, én 100%-osan biztos vagyok, helyesen cselekedtem. De ez érdekes, ez még azelőtt volt, hogy én spirituális életet kezdtem élni. Tehát én egyáltalán nem láttam azt jónak, ami folyik, és én meg vagyok győződve róla, hogy ha a gyermeket csak dicsérnéd, és ha rossz volt, akkor kevesebbet dicsérnéd, ha nagyon rossz volt, akkor egy óráig nem dicsérnéd, akkor ez hihetetlen, milyen emberek jönnének ki, és mi is milyenek volnánk, ha ezt velünk tették volna. Mert benned az a két hang, az egyik, amelyik azt mondja, hogy szuper vagyok, én megcsinálom, ügyes vagy, menj tovább, rendezzed, nagyon jó. A másik hang, te megint ez a hülyeség. Hát én bízhatok magamba? Hát én megint marhaságot csináltam. Hát én semmire kellő vagyok. Én egy nulla vagyok. Ezt mi honnan hozzuk? Te mit gondolsz, honnan hozzuk? A mi életünknek a meghatározó ideje az első 3 év, és nem a többi. Úgyhogy a probléma itt van, mert ha itt mi így kezdenénk, akkor olyan emberek lennénk, amelyik egy-egyén az egész emberiséget meg tudná menteni, vagy valamit nagyot tenni neki, így viszont nincsen meg. Úgyhogy ez az én elméletem a gyermeknevelésről,
De azt akarom mondani nektek, hogy egy sincs közülünk, amelyik ne gyermek lenne. Ha behunyod a szemedet, és a szívedbe visszamész, és megnézed a gyermeket, aki elkezdte járkálni, kisgyermekként játszani, és abban mélyen belemész, akkor megérzed, hogy ki vagy. És te egy örök gyermek vagy. Ezért azt mondom neked, hogy te hónaptól kezdve próbáld ki ezt a dolgot, és minden gyereket magad körül, mindegy, hogy a teste hány éves, kezdje dicsérni és biztatni. És ennek lesz egy érdekes eredménye. És az eredménye az lesz, hogy egy nap sem telik el, és a boldogságtól reped szét. És nem fogsz bírni magaddal, annyira boldog leszel. És akkor rájössz, hogy a lélek tőled csak egyet akar, hogy jó légy. És mi nem tudjuk megtenni, nem akarjuk megtenni. Hogy miért nem akarjuk megtenni? Azért, mert a világ nem érdemli meg, hogy jók legyünk. Mert a világ rossz. Mitől rossz a világ? Hogy mi a rosszra rosszal válaszolunk. Tehát mitől rossz a világ? Tőled. Úgyhogy nekem erről az a véleményem, hogy mi nem szabadna abba hagyjuk az egymás iránti kedvességet, szeretetet, dicséretet és bátorítást. Mert amikor bátorítasz, akkor gyakorlatilag a saját lelkedhez közeledsz. Mert az jön előtérbe, nem pedig az egód. Mert az egódból mindig mindenkit kritizálsz, mert azt hiszed, hogyha őt lejjebb nyomtad, akkor te attól magasabb vagy. És ha másnak a tökéletességét kiemelem, az azt jelenti, hogy én tökéletes vagy. És ez a mi butaságunk. És ez sajnos, hogy az egész külső életünket, világunkat végignyomja, és most aztán, hogy tanárok tüntetnek, vagy orvosok, vagy épp hivatalnokok, vagy akárkik, ez a külső világnak a szolgái, akik végrehajtják azt, amit végre kell hajtani a mindennapi kenyérért, de nem tudatos a mai világ. És azért nem tudatos, mert a nagyság után vágyik, és nem a jóságra. És ha a jóságra vágynánk, és egymást dicsérnénk, akkor teljesen más élet lenne. Legalább körülöttünk. És ha körülöttünk az van, akkor terjed. De tudjátok egyébként, hogy a jó sokkal erősebben terjed, mint a rossz. És ragályosabb is. Ezt úgy hívjuk, hogy isteni fertőzés. És én látom, az emberek megnéznek egy pár videót tőlem, és megfertőződnek. És ez ellen még a maszk sem véd. Nem lokalizáltak még? De akkor ezt tartsanak tőled 5 métert? Igen, igen, elszigetelnek majd. Igen. Fertőző vagy. Igen. Fertőzés, isteni fertőzés. Csak mi azért nem látjuk, hogy a jó jobban terjed, mert mi nem merünk jók lenni. De milyen érdekes. Egyszerűen gyávák vagyunk, hogy jók legyünk. Mert az első, amikor mondom valakinek, hogy azt engedd el, légy jó, de akkor engem kihasználnak, mondja az ego. De akkor velem mi lesz? Hát akkor én elveszek.
fenét. Nem gondolja az ember, illetve nem. Persze, hogy nem gondolja. Mert nincsen egy nulla, semmi, nulla Isten hite van. És nem jön rá arra, hogy ő, amilyen van, amit kaptál, meg egyáltalán, ami miatt te létezel, ez mind csak az isteni részvétnek az ajándéka. És minden, amit birtokolsz, legyen a gyermeked, legyen a vagyonod, vagy bármit, az egy átmeneti kölcsön a belső világtól. És ha te jó vagy, akkor még több kölcsönt kapsz. Hát ez volna a logikus, de erre nem is gondol senki, mert mindenki csak félti azt a kicsit, ami neki van. Ezért nem kap soha nagyot. Belső gazdagság nélkül, a külső gazdagsága, hova jutsz? Sehova. Gyűjtöd a pénzt, hogy majd a fiaid, a gyermekeid az ügyvédeken keresztül szétverekedjék magukat. Ez a külső élet. Úgyhogy a szív szerint élni egészen más. De gyávák vagyunk. Gyáva nyuszik. De a nyuszi nem is van gyáva. Nyuszi a legerkölcsösebb állat, azt tudjátok. Ül a fűbe, és nem szívja. Ennek aztán van akarat ereje. Kérdésről volt szó. Most kérdezzek. Tessék. Én mindent és mindenkit elfogadok. Mondja a liberális. Kivéve azt, aki nem ért velem egyet. Na most, én hál' Istennek, a jó Isten nem károsodott arra a szerepre, hogy itt egy liberális szerepet játszak a életemben végig, tehát nem ilyen szerepet vállaltam fel, így aztán liberális nem vagyok, sokkal egyszerűbb a helyzetem. Én valóban tiszteletben tartom az embereknek a identitás tudatát. Teljesen mindegy, hogy most nem identitásról vagy, táplálkozási identitásról beszélünk. És itt tulajdonképpen én egy eszmekutatást vélek, arra akarok visszakérdezni, hogy jól értettem-e, mert ugye itt arról szó, hogy az vagy, amit megeszel. Ugye ez egy nagyon régi mondás, tehát ez nem két éve találták ki, és ebből, mintha azt éreztem volna levezetve, hogy azért sem célszerű állatok húsát fogyasztani, mert elállatosítjuk az ember. Na most én, aki a természetben élek ki, mert a munkaköröm oda köt, én nagyon szükségesnek tartanám, hogy az ember egyre állatiasabb legyen, mert én nekem a tapasztalatom az, hogy például egy állat soha nem öl szórakozásból vagy érdekből. Ezzel szemben az ember igen. Tehát nagyon sok olyan tulajdonsága van az állatnak, ami sajnos bennünk emberekben nincs meg. Na most ugye vegetáriánus. Hát én bevallom, hogy én nagyon sokáig nem tudtam, hogy a kettő között igazából mi a különbség, még egyszer csak föl nem homályosított valaki, hogy figyelj ide, a vegetáriánus az csak minisztráns lehet a vegán mellett. Na, akkor tudtam meg, hogy tulajdonképpen mi a különbség. Na most itt jön még egy filozófikus kérdés, hogy Isten védhetette tervezési hibát. Nyilván a válasz, vagy a kérdésben van a válasz, hogy nem, tehát nekem is legalábbis ez a véleményem. És akkor itt mindjárt megjegyzem, hogy a
tévedés jogát minden esetben fenntartom, bármikor bármit mondok. De azt tudjuk, még általános iskolában megtanultunk, háromféle fogazat, illetve emésztőrendszer van, ebből az egyik a vegyes táplálkozásra kialakított fogazat és emésztőrendszer. Na, ilyen van nekünk. Tehát, mint embereknek. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk semmi más dolgunk nincs, csak hogy tiszteletbe tartsuk egymás táplálkozási identitását, szokásait, de én úgy hiszem, hogy biológiai alapvetés az, hogy mi nem csak növényeknek a fogyasztására lettünk tervezve, már a nagyfőnök által. Tehát tulajdonképpen itt a eszme futtatásra akarok rákérdezni, hogy én félreértettem-e azt, hogy alapjában véve ön úgy gondolja, hogy egy bizonyos értelemben magasabb rendű a vega és vegán életmód, mint a hagyományos. Továbbra is megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nagy szükségem van, hogy a kollagént körömpörköltel bejuttassam a szervezetembe, és ne tabletta formájában, de ettől függetlenül borzasztó tisztelen becsülöm itt a hátam mögött, és Lévizavé ül egy nagyon szimpatikus vegán házaspár, rá kell nézni, piszkosul jól érzik magukat a bőrükbe. Szépek, az, hogy fiatalok, az majd elmúlik, de látszik rajtuk, hogy sugároznak, tehát Isten verése lenne őket eltéríteni attól, hogy azt a táplálkozást folytassák, amit ők kialakítottak maguknak. Azt is tudom, hogy nagyon különböző ennek az eredője. Például én azt hiszem sokan ismerik Kalló Jenőt, egy igazából mundán asztrológiával. Hát teljesen. Jó, tehát egy nagyon szimpatikus asztrológus, ilyen 71 néhány éves, és ő például azért lett vegán, mert ezzel ő az ökológiai lábnyomát akarta kisebbíteni. Nagyon tiszteletre méltó. Tehát ezért lett vegán. Van, aki úgy gondolja, hogy egészségügyi okokból lesz vegán, van, aki az állatok iránt érzett tiszteletből. Most itt el kell, hogy keserítsem őket. A növények is ugyanolyan élőlények, ugyanúgy fáj nekik, ha elvesszük az életüket és elvesszük, és ugyanúgy sírnak a fák előre, amikor látják, hogy jön a stérfűrész. Tehát... Fákot nem eszünk. Tehát, tulajdonképpen itt fölmerül a kérdés, hogy mi a kérdés. Most általában nálam nem kérdés van, hanem egy hozzászólás van, amiben mindig nagyon alaposan alásatírozom, hogy a tévedés jogát fenntartom, tehát abszolút nem hiszek a saját magam abszolút igazába. Én egy kicsit a hagyományos, konvencionális életmód mellett is lerakom a voksot, ami ugye annyit jelent, hogy vegyesen táplálkozunk. Azt tudni kell, hogy én Molnár V. Jóska bácsinak a Milyen nőttem fel, a eszmevilágán nőttem fel. Ha 50 előadását nem hallottam élőbe egyet se, a legnagyobb magyar néplélekkutató volt, és ő elmagyarázta pontosan, hogy miért kellett a paraszt gyereknek, vagy tanyosi gyereknek annak idején végignézni a disznóvágást, a tyúknak a levágását, mert annak rituália volt, hogy ez az, ami lehetővé teszi, hogy te végül paprikás csirkét egyél nokedlival, mert az nem a Tesco-ba terem, sőt, még azt is elmagyarázták, hogy a csirkének nem csak melle van, hanem egyéb alkotó része is. Na, egy hatalmas nagy koponya volt a öreg, tehát hihetetlen nagy tisztelet öveli szerintem a mai napig. Tehát én tulajdonképpen csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy azért ne vessük el teljesen a hagyományos táplálkozási módszert is, kölcsönösen tiszteljük egymást és elfogadjuk egymást. Én úgy gondolom, ennyi feladatunk van ebbe. Most ebből, hogyha tudja, hogy mi volt a kérdés, akkor csak gratulálni. Legalább egy hosszabb választ. Miért az létszés egy hosszabb választ? Ne sűj föl. Oké. Hogy hívnak téged? Zsigó Viktor. Viktor.
Köszönöm, Viktor. Köszönöm a hozzászólást, köszönöm a felnemtett kérdésedet, és én a felnemtett kérdésedre mesélek. Válaszként. Én erdélyi gyerek vagyok, és az én apám Erdély egyik legnagyobb vadásza volt, állattartók, meg minden. Kisgyermekkoromban én úgy születtem, hogy nem ettem meg a húst. Ezért katasztrofális szomorúságba borult a család, hogy a gyerekből mi lesz, meg hol. Úgyhogy aztán apám kitalálta, nagy ravasz volt az öreg székely, egy lejt kaptam a csirkecombér. Úgyhogy ez volt a rávezetés. Úgyhogy az egy lejér megettem a csirkecombot. Az nagy pénz volt akkoriban, mikor anyám fizetése tanítónő 25 lej volt egy hónap. Úgyhogy aztán bátyámmal inkább megosztottuk a csirkecombot, és az egy lejt is 50-50 bani maradt. És akkor, ahogy nagyobb lettem, megtanított apám, hogy kell levágni a csirkét, a nyúlat, a birkát, hogy kell megnyúzni, hogy kell megtisztítani, hogy kell bevinni az asztalra, letenni anyámnak. Úgyhogy néha a bátyámmal versenyeztünk, hogy ki gyorsabb. Úgyhogy nekem ilyen tapasztalatom van. Én nem a semmiből jövök, hogy úgy mondjam, hanem én ebből a világból jövök. Aztán addig tanultam a húsevést, hogy húsevő lettem, de nem olyan, mint akárki. Igaz, hogy én csak háromszor ettem húst, de azt naponta. Reggel, délbe, este. Akkor csak egyszer ettél, de ez olyan utolsó. Igen. Az én kedvenc bécsi, illetve az én kedvenc szendvicsem két bécsi közt a téli szalámi volt. Úgyhogy ilyen kollagén beviteli problémái nem voltak nekem a tablettákkal, meg ilyennel. Viszont 38 éves koromban magas vérnyomásom volt, köszvényem, csipűzületi megrágódásom, minden, amit el tudsz képzelni. Koleszterinem 430-as, 38 évesen. És akkor találkoztam én ezzel az életmóddal. Amikor megváltoztattam egyből, és képzeld el, mikor ez megtörtént, az első húsvét volt 1988 tavaszán, húsvétkor. Ott van apám, kint Ausztriába éltem, én 30 éves koromban mentem el, és ott volt az apám, nagy bárány sült, nagy tepsibe, mellette a körítés, minden, nekem volt külön körítés, és eszem, és apám azt mondja, ez már komoly, mondom, komoly. Azt mondja, és te már egész életedbe, egész életedben nem fogod meginni a báránysültet? Mondom, én egész életemben nem fogom meginni a báránysültet. Öreg rágta a sültet, törülte a könnyeit, és nézett. Akkor láttam meg, mennyire szeret. Úgyhogy én így átálltam, és ez volt az én sorsom, hogy így kellett legyen. Nem telt el egy év, és egy év múlva a csipűzület, ami kimaródott, tehát az gyógyíthatatlan az orvos tudomány szerint, maratont futottam. Az első maratonomot akkor futottam, se magas vérnyomás, se köszvény, se csipűzület, se semmi bajom nem volt. Koleszterinem olyan, mint a BBA 160, és kutya bajom soha nem volt. Én orvosokhoz ma sem járok. Nekem betegségem ma sincs. Nem orvos vagy? Hát csak úgy barátként hozzá járok. Barátként. Én szeretem őket, de nem a rendelőből. És
És ez az én személyes tapasztalatom. Mint fogorvos, azt azért el szeretném mondani neked, Viktor kedves, hogy a mi fogazatunk növényevő, mert nekünk rágó fogaink vannak, őrlő fogaink. Vannak kis őrlők és nagy őrlők. Az őrlő fogak azoknak az állatoknak vannak, akik meg oda-arra tudják mozgatni az állkapcsukat, mint mi, és ezzel őröljük meg a növényi táplálékot, a rostokot, a magokat, a mindent. Jó, vegyes meg ez az egyik fele. Egy pillanat, mert a szemfogak azok egyáltalán nem a hús darabolása vannak, hanem a szemfogak minden növényevőnek arra vannak, hogy a mozgást, kicsúszást szabályozzák. Mert az őrlő fogak soha nem bírják el az oldalra ható erőt. Ha egy rosszul áll a fog, és oldalra éri az erő őt, akkor lesorvad, és jön a fogony sorvadás, a parodontózis, és ettől tönkre megy a fog. Tehát, hogyha a szemfog vezetés, az egyik szemfog a másikon nem csúszik, a szemfognak semmi más szerepe nincs a rágásban, mert ezek a metszőkevel leharapok, ezzel meg vezetem a mozgást. Ha ez elromlik, vagy kihúzzuk valakinek a szemfogát, és nem pótoljuk, akkor az összes foga tönkre megy parodontózisba. Tehát ez tulajdonképpen csak egy mechanikai a szemfog. A mi szájunkban egyetlen egy olyan fog sincs, amelyik a hús feldolgozás szakítására, vágására szolgálna. Ezt csak elmondom, mint fogorvos. A másik dolog, hogy itt most nem csak a tudatról van szó, hogy állatot eszünk, amit eszel, az leszel. Ugye ez egy kínai közmondás, ami sok ezer éves. Hanem itt arról van szó, hogy tudományos, most tiszta tudományos szempontból a vegán táplálkozás az egy gyógyszer. Nem tudom, van-e köztetek valaki, aki cukorbeteg, én nem akarom, hogy nyújtsátok a kezeteket, az mindenkinek a privát ügye. De a cukorbeteg, ha átáll vegánra, meggyógyul. Ezt nagyon-nagyon kevesen tudják. Nekem van egy pár barátom, aki így gyógyult meg, egyiknek a videóját fel is tettem a honlapomra. Képzeld el, ha én megiszok egy pohár vizet, beleteszek 3-4 kanál cukrot, és megiszom, akkor az inzulin rögtön így felugrik a vérembe, a cukortól. Ha én a pohár cukros vízzel hozzáeszem egy szelet sonkát, akkor az inzulin 3-szor akkorát ugrik, mint sonka nélkül. Tehát az egész inzulin játéknak az elromlása az állati fehérjéktől jön, nem pedig a cukortól. Tehát a cukorbetegségnek az oka gyakorlatilag az állati fehérjék miatt van, és az ugrasztja így ki az egészet. Ha valaki leáll, és valóban most a kettős típusú cukorbetegségről beszélünk, amit régebb úgy hívtak, amikor még jó világ volt, hogy öregkori cukorbetegség, amikor az én falumban 8000 lakosból egy cukorbeteg volt, és azt úgy hívták a faluba, hogy a cukorbeteg. Ma 6000 lakosra jött 500 cukorbeteg. Úgyhogy azok a cukorbetegek. 10% a lakosságnak. És ez attól van, hogy jó mód lett, és sok húst tesznek az emberek. Ez egyszer tény. Ezek az összefüggések mind tudományos dolgok, és ez egy bebizonyított tanulmányokkal, meg tudományos az egész dolog. Tehát itt most nem arról van szó, hogy gyakorlatilag miért kellene eltérni, vagy hogy én nem respektálom, vagy én nem érzem magasabb rendűnek magamot most, mint 30 éves koromban, amikor megettem én is a húst. Sőt, csak azt ettem. Én attól nem vagyok magasabb rendű, de egészségesebb vagyok. Tehát
Én ebből a szempontból akarom ezt egyszer megközelíteni, meg megválaszolni neked, és ezt nem szeretném, hogy valaki is támadásnak vagy félreértéssel vegye ezt a dolgot. Mert ez egy konkrét valóság. És az állatvilágtól való elválásunk azt is szolgálja, ugye, a sokféle vírus. Tudjátok, hogy milyen érdekes dolog, hogy azért az ember mennyire Isten gyermeke, és mennyire másfajta lény, mint az állatok. Az embernek nincs saját vírusa. Az ember nem egy vírushordozó. Az összes járványos betegség, minden, de minden, kezdve a szamárköhögéstől, ami gyermekkorunkban kínozott minket, meg az összes más vírusos betegség, a himlő, a minden, mindeniket az állatoktól kapjuk meg. Tehát minél többet vagyunk együtt az állatokkal, annál több ilyen vírusbetegséget kapunk meg. Tehát az ember a fejlődése folyamán, ez ugye az én privát meggyőződésem, most nem az, hogy valakit meg akarjalak téged győzni, vagy rábeszélni, de az ember a fejlődése során el kell váljon. És ez az én életemben nekem olyan szerencsém volt, ugye, hát ez nevezhetjük véletlennek, de én ezt isteni kegyelemnek nevezem, hogy ez rajtam keresztül megtörtént. Tehát én átéltem ezt a lépést, ezt a változást, és azért én nagyon hálás vagyok, és én emiatt csak ezen az oldalon tudok beszélni, logikus, mert ezt nekem a tapasztalat is megírja. Aztán van egy másik dolog, ami az alapja. A legtöbb korai halál a szívhalál és az érrendszeri betegségek. És ezeknek semmi más oka nincs, mint a koleszterin. Minden állati test, az ember is koleszterinből van felépítve. Az a mi téglánk, amiből rakjuk a sejteket. Viszont minden állati test, a máj előállítja magának annyi koleszterint, amennyi kell. Az ember, amit pluszba bevisz, azzal nincs, amit csináljon. Tehát sok a koleszterinünk. Azokat az érfalba befúródnak, mint ilyen tüskék, és ott bent lerakódnak. És ezáltal az erek elmeszesednek, ahogy mondjuk, megmerevednek, nem tágulnak, aztán kapunk agyvérzést, de legtöbbször a szív a probléma. És akkor a szívhalál, meg a szívbetegségek, ezek a fő dolgok. Az igazság az, és ez megint csak egy tény és valóság, hogy vegánba nem igen találsz te szívbeteget, még csak rákosokat sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, mert az ember a szellemével mindent meg tud szerezni magának. Ha jól fész, kitartan fész a ráktól, garantált, hogy az leszel, mindegy, hogy vegán vagy nem. Mert a szellemi erőnk az a maximum, ugye az a mindenható. Ugyanakkor el kell azt is mondjuk, hogy ott van a 98 éves bácsika, aki dohányzik, és minden nap megeszi a szalonáját, megiszi a pohár pálinkáját, és kutya baja nincs. És nem csak azért, hogy nekik jó a génjei, mert a géneknek a hatása csak egy 10% az ember életébe. A többi az életmódé. Igen, de a bácsika szellemileg győzi ezt le. Azáltal, hogy neki fogalma nincs, hogy a hús rossz. Neki nem mondta senki. Neki fogalma nincs, hogy az a pálinka nem jót tesz. Hát az egy nagy öröm. A dohányzás az egy igazi élvezet. És ő örömben él. És mivel örömben él, őt védi az öröm. Vagyis az ő szellemi ereje. Ez olyan, mint a dongónak a meséje. Te tudod, az a nagy dongó, meg mindenhol a levegőbe alig bír. A dongónak nem szabad tudni repülni. Mert az aerodinamika törvényei szerint a teste és a szárnyai aránya és a formája nem való a repülésre. Csak a hülye nem tudja, és egész nap dung. Jó, de hát antigravitációt alkalmaz, így aztán könnyű. Így könnyű. Na most így van velünk is.
Ha te szellemileg fölé tudsz kerekedni, és csak az örömet nézed, én meg vagyok győződve, hogy sem a koleszterin szintet nem fog elromlani, vagy ha el is romlik, úgy se leszed tőle beteg, és így tovább. De mi azt a részét nem nagyon tudjuk. Tehát én a táplálkozást egy elsődleges dolognak tartom az emberi egészség szempontjából, és főleg abból, és legelsősorban abból. Igen. Alá tudom támaszkodni tapasztalattal. 2010-ben a kislányomat bevitték az intenzívre, és utolsó pillanatban elájulva volt, már lábfejbe adták be az infúziót, és mondták, hogy cukorbeteg lett. És gyerekkori védőoltások vannak az egyik, ez a hasnyálmirigy, méhnyakpákáni oltás, és ez leállítja a hasnyálmirigyet sokszor. És 8 gyereket egyszerre vittek be az intenzívre, és az én gyerekem nem evett minden szélszart, meg forrásvizet itthon, stb. Tehát nem értettem, hogy mitől lett cukorbeteg, és mondták, hogy ez nem az időskor, ez egyes típusú gyerekkor, és ezt egy vírus okozza. Na és ez 2010-ben volt, akkor még ilyen vegán ilyesmit hallani se lehetett, és én egy húsevő ember voltam, ugye, és kerestem az igében, hogy milyen megoldás lehet erre, de többet bele se olvasok, megbeszéltem Istennel, hogy félreteszem a Bibliát, hogyha nem mutatja meg, hogy mit csinálják. Megijedt nagyon Isten, gondolom. Ráijesztettél. Nem már zsarolás volt. Megzsaroltam Istent. Találtam, és mire kijött a gyerek a kórházba, én elkezdtem a zöldség egyéb étrendeket összerakni. Találkoztam egy nyers csaba nevű emberrel, aki régi magyar gabonaételekről csinált egy szakácskönyvet. Találkoztam egy indiai szakáccsal, aki meg ilyen vegetáriánus ételeket mutatott. Amikor kijött a gyerek, én elkezdtem egy ilyen húsmentes, ártifehérjementes, tejmentes étrendet, és kb. 30 nap alatt teljesen inzulinról 60 egységről le tudtuk állítani a gyereket. 5-ös tanuló volt, sportolt, minden rendben volt vele. Ez hosszú ideig tartott, még különben költöztek, és az édesanyja máshogy főz, most újra inzulint ad be. Tehát nem végérvényesen gyógyult meg, de viszont nem tudni, mi lehet volna, ha folytatja azt az étrendet. Tehát a cukorbetegségnél nem csak az időskorinál, hanem az egyes típusú gyerekkorinál is jó ez az állati fehérjementes étrend. És később arra is rájöttem, hogy amikor a gyerek akart húst tenni, voltak ilyen problémák, hogy hullott a haja, vagy ilyesmi, aztán elkezdtünk csiráztatni lánmagot, tehát az omega-3-at pótoljuk, tehát nem elég nem enni húst, hanem meg kell nézni, mit kell pótolni. Ez világos. Ilyen betegségek. Nem nagyon volt ennek akkor még kultúrája, most már bőven van. De arra jöttem rá, hogy bizonyos halaknál ilyen csupa sülősügér, azt olívaolajban megpárolva meg lehetett tenni, de nem ettünk hozzá szénhidrátot. Tehát a két dolgot nem lehetett összekeverni, tehát húsétkezés után hosszú ideig csak zöldséget meg gyümölcsöt evett, és nem evett úgy szénhidrátot például, hogy krumpli, vagy rizs, vagy ilyesmi, vagy kenyér. Ha viszont káposztást tésztát evett, akkor nem evett húst. Az inzulin és az epe termelést egyszerűen nem indítottuk el, tehát úgy érkezett, hogy itt szép volt választva a szénhidrát és a hús. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki húsevő, akkor azt tegye meg, hogy ne legyen szénhidrátot a húshoz, hogyha a diabétesz problémája van. Ha magegészséges egy ember, akkor teheti a szénhidrát, pölköltet, tehet akkor nokeddiva, de ha cukorbeteg, akkor nem. Tehát tehet hús, de akkor ne legyen szénhidrátot. Ezzel tudnám kiegészíteni tapasztalattal. Még valamit a húsról, hogy hát nyilván legelő állathúsa, tehát egy birka, amiről szó volt, vagy kecske, livaj, szürke marha, liba, kacsa, ilyesmiket ettünk, illetve házi baromfit, az jó volt, és az ipari húst azt nem. És még egy dolog, hogy frissen a hús, tehát régen levágták reggel a csukott délben megették, tehát nem fagyasztott húsokat ettek, hanem az adenozin trifoszfát levonása előtt a friss hús, ezt fogyasztható, de amikor már a hullameresség utána a hús, akkor már nem annyira jó. Tehát igazából a halat fejbe verem, berakom a pondérbe, elkészítem a halászlét, az úgy jó, de hogyha már fagyasztott a pontja, akkor nem. Tehát ezt rögtön mutatta az inzulin mérő, ez a cukormérő, tehát ezeket a tapasztalatokat rögtön vissza tudtam mérni a gyereknél a vércukrán, és 6,3 volt az átlag cukra, úgyhogy nem adtunk be semmi inzulin. Aztán ebből sok probléma lett, mert az orvosok ránk támadtak, hogy megölöm a gyereket, mert nem adom be az inzulin. De amikor látták, hogy nem kell, akkor beállítottak. De egyáltalán nem szorgalmazták azt, hogy ezt az étrendet bevezessék. 400 gyerek már győrbe ilyen inzulin pumpával,
és senki nem próbálta ki azt, hogy ezt az étrendet kövesse. Most már sokan ismerik, és ön is erről beszélt, és most is ön még azt mondta, hogy ez szinte titok. De ez döbbenetes, hogy én 10 évvel ezelőtt már erről beszéltem rengeteg embernek, és kitiltottak az összes Facebook csoportból mindenhonnan. Tehát az, ilyen cukorbeteg csoportok voltak, azonnal voltak ilyen főemberek a csoportokban, akik rögtön kitiltották, hogy megszólalni se lehessen, hogy az információ nem menjen tovább. Tehát alá tudom támasztani azt, hogy ez a vegán étrend, hogyha odafigyel valaki, hogy nehogy ilyen betegsége legyen, tehát hogy a hússal beillető dolgokat pótolja a növény oldalra, de figyelni kell, akkor ez tökéletes tud lenni. Ákos Égnak megvan a könyvük, hogy kell főzni. Vegánt. Javaslom neked könyveiket. Igen, igen. Láttad? Akkor nézd majd meg. Nagyon jó két könyv. Igen. Hát nekem már van is olyan könyvem. Ott van a könyvet? Akkor már az Isten téged is elkapott a fertőzés. Van könyvetek? Van, van. Akkor küldjél át oda neki nézegesse? Jó, tudjál, hát dobok. Nagyon jó, nagyon jó. Még vívós. Emlékeztek a Bazinagy Görög Lagzira, amikor észének a Lagzira, aztán mondja ott a vőlegényről a mennyasszony, hogy tehát nem lehet akármi, mert a vőlegényem az vegetáriánus. Nem baj, majd akkor sütünk bárányt. Na kérdezzetek olyan dolgot, ami... Egy picit más kérdeznék. Csak gyere közelebb, a mikrofon nagyon messze, és akik itt hallják, az olyan, mintha egy ilyen néma játékot nem tudom. Nem hallják a kérdést, illetve a hozzászólásokat. Gasztronómia mentesen, hogy igazándiból én arra lennék egy picit kíváncsi, hogy az isteni tervből, ha megvilágítnánk, hogy nézhetjük magát a Matrixnak a valóságát, hogy ez a lehetséges valóság, amiben most mi élünk, hogy ez menthető vagy nem menthető, mert ugye most mindenkinek megvan a küldetés tudata, legyünk darmacentrikusak, hogy találjunk rá a sorsunkra, és akkor mentsük meg a világunkat önmagunk által, és akkor ez a egymásra hatás, ez beindul, hogy én hatok a világra, a világ visszahat rám, tehát jó dolgokat teremtünk. De hát, hogy mennyire kulcsfontossága az isteni tervből, hogy mentsük a Matrixot, mentsük a lelket, mentsük a szellemet, tehát hogyha most ez egy játék, akkor bármikor újra játsszuk már évezredek óta, és újra is játszhatjuk. Tehát a helyszín is lehet más, mint bolygó, mert ugye, hogyha ez most ez egy játék, és ezt elbuktuk, akkor a következő kört azt akkor máshol futjuk le. Tehát a felelősség szempontjából mennyire kulcsfontosságú az, hogy mentsük a Matrixot, a mostani lehetséges valóságot, mert a leszületéseknél, hogy ennyi gubanc van, és ennyire elszúrtuk, azt mi nagyon jól tudjuk. És ha sokan születünk le, akkor azt is tudjuk, hogy most már nagyon sokan leszületnek, hogy javítsuk ezt a világot, mert eljött egy fordulópont. Tehát mégiscsak valami hangsúlya kell, hogy legyen ennek a küldetésnek erősebb, mint más korszakokban, hogy valahogy egy rávilágítás, hogyha lehetne kérni. Isten nem egy öreg, nem is egy felnőtt. Isten egy gyermek. És a gyermek játszik. Azért vagyunk mi is gyermekek, és maradunk is. Csak ugye ezt elveszítettük. De hogy Isten mit játszik, és mikor tolja tovább a táblát, és más tesz, az az isteni játék, abban nincs logika, nincs észszerűség. Én gondolom, hogy ez a szerencsénk, mert az észszerűség helyett isteni részvét van, és kegyelem. És ezáltal a mi életünk működik. Senki sem szereti, hogy tönkre tegyék a művét, amit felépített, amit alkotott,
amit tett. Még ha csak valaki egy gyönyörű festményt csinál, amit ő maga belőle kijött, az is sokszor az ember is még a saját élete árán is megvédi, hogy ne tegyék tönkre a művét. És ez a védelem, ez Istentől jön bennünk, és bennünk minden pozitív isteni. Isten sem akarja, hogy a művét tönkre tegyék. És én szerintem nem is tudják. Annak ellenére, hogy minden abba az irányba megy, sohasem tudjuk, hogy mivel, hogy és mint teszi be a fordulatot, mint ahogy sokszor már betette a történelem folyamán. Nem beszélve itt a spiritualitásról, meg az emberiségnek az ébredéséről. Jelen pillanatban még a Strusz politikát élik azok is, akik már gondolják, hogy valami lehetne, de inkább beássák a homokba a fejüket, ne halljanak, ne lássanak, mert akkor őket se látják, úgy gondolják. De én szerintem nekünk egyetlen egy feladatunk van. És az az egy feladat, az önmagunk tökéletesítése, és nem a másé. Sajnos, hogy mi úgy gondoljuk, hogy másokat kell tökéletessé tegyünk, és ezáltal mi lemaradunk. Mert mi egy rossz szerepet vállaltunk. Gondold el, ha van neked egy kutyád, nekem volt egy 53 kilós, csupa izom kutyám, egy káne korzó. Hát az olyan volt, hogy csak láttad már remektél tőle, de olyan csináltam belőle, hogy ment és nyalta a kezedet, és minden, csak szeretet, csak béke, csak alázat, csak egyszer verekedtünk is, érte nem mondom, annak vannak nyoma is, de... De most... Az eredeti kezed? Még az. Az már nála van. De van vagy három kutyámnak nyoma. Tény az, hogy ha ezt a kutyát nem így neveled, vagy bármelyik kutyát, akár egy kis tacskót is, hanem őt hagyod, hogy legyen, amilyen akar, akkor ő felkerül a főnöki helyre. És kitúr téged a diványból. És ha le akarsz ülni a foteledbe, hogy nézd a tévét, a feneket beharap. És biztonságból mindenkit megharap. Mert ő egy olyan szerephez jutott, amire nem született. És ez a szerep, amire nem született, az, hogy ő vezessen téged. Ő nem lehet az embernek a falka vezére. Mert nem éri föl ő szellemileg, nem éri föl a képességeivel, hogy ezt tegye. A kutya tudja, hogy a hűtőszekrényből van a kaja, de aztán az összefüggések tovább, a te reggeli elmenésed, meg a hűtőszekrény megtöltése között az neki nincs. Tehát az ember világa neki egy Isten. Te egy Isten vagy. De ha nem tartod őt a helyén, akkor beül a te foteledbe. És stresszbe kerül. Az ember tulajdonképpen azáltal, hogy ő most akarja dirigálni a férjét, feleségét, a gyermekét, a környezetét, a munkatársait, a mindenkit jobbá akar tenni. Ő csak jó indulatból, igazán? Csak azért, hogy jók legyenek, mert ő tudja, hogy mi a jó. A gyerek tudja, mi a jó. A feleség is tudja, mi a férnek a jó. Férj és feleség jönnek a fogorvoshoz. Ez konkrét valóság. Azért hoztam el a férjemet, doktor úr, hogy csináljon neki egy új protézist, alulfelül. De én nem akarok, te nem mondasz semmit, én tudom, hogy neked mi a jó. Így kezdődött. Helyedre. Erre az öreg elhallgat. Nem telik el 10 perc. Nő mondja tovább nekem, hát mondom, lássam, nézzem meg, milyen a fog. Nem is kell nézni, az rossz. Hát mondom, azért velem mégsem megy az a csel, mint a férjelem, megnéztem a fogát. Hát nem volt olyan rossz.
Mondja az öreg, hát neki az nagyon jó. Nem, nem. Doktor úr és én, mi tudjuk, hogy neked mi a jó. Kész. Ez így ment. Meg is kapta az új fogát, mert nem volt mentség. És azt kipróbált a feleség előtt? Biztos, hogy? Tény az, hogy egyszer jön az öreg egyedül. 3 év múlva. Nézem az embert, mondom, ez olyan ismerős forma. Megnézem a nevét, mondom, hát ezek magyarok voltak egyébként Bécsben, ott élnek. Nézem a nevét, hát mondom, nem létezik. Mondom, hát maga az a... Igen, igen, igen. Az meg volt fiatalodva legalább 15 évet. Mondom, hát kedves felesége, nincs itt? Jaj, nincs, kórházban volt. Vagy megszültem, hogy azt mondod, hogy megettem. Kórházban volt. Mi ezzel a szereppel, hogy mi harcolunk, hogy kit, hova dirigáljunk, s tegyünk, mi tulajdonképpen Istennek a feladatát vesszük át. Az embert megváltoztatni önmaga tudja, vagy Isten. Ez a kettő. Az isteni kegyelem, vagy te saját magadot meg tudod változtatni. Téged a férjed, vagy a feleséged a büdös életben nem tud megváltoztatni. Ha ezt nem hiszed, akkor még túl fiatal vagy. Te már nem vagy túl fiatal, te már tudod. Mi viszont beülünk ebbe a szerepbe, Istent kitúrjuk a fotelből, és az ő szerepét átvettük. És mi ezzel elrontjuk az egész társadalmunkat. És mi ezzel elrontjuk saját magunkat, elrontjuk az egész felépítményt, a rendszert. És ez itt a fő probléma, hogy mi nem a mi szerepünket játszunk, mi egy olyan szerepet akarunk játszani, ahol nekünk fogalmunk nincs, a mennyei hűtőszekrény és az okok között. Tehát a mi tudati különbségünk az isteni tudathoz körülbelül olyan távolságra van, mint a kutyáé, az enyém a kutyától. Tehát nekünk Istent nem lehet megérteni. Mi Isten nem tudjuk helyettesíteni, és azon kívül mi helyettesíthetők vagyunk az összesen, egyedül Isten nem. És az isteni rész bennünk sem helyettesíthető. De őt nem is kell, mert ő úgysem pusztul el, vagy szűnik meg. Viszont mi magunkat tényleg bohóccá tesszük azáltal, hogy mi dirigáljuk a társainkat. És ezzel megöljük a saját békénket. Az elvárásaink soha nem teljesülnek, mert minden elvárás csalódással végződik, és ezt mi magunknak rakjuk fel azáltal, amikor elvárjuk, hogy a másik attól legyen boldog, amit én tartok jónak neki. Az új fogsortól, nem a régitől. És ez így megy mindenhol egymás között. Kicsit menj magadba, és nézd meg. És nekünk itt rontottuk mi el ezt egyszer. A második problémánk pedig az ember viszonya a természettel. Az ember ezzel az új világgal, a kütyűrendszerrel kivált a természetből. Ő már úgy beszél, hogy a természet az nem én vagyok. Ő már nem tartja magát annak a résznek. És mi testtel a természet vagyunk, a Földnek a gyermeke, ahogy mondtad, és onnan nőttünk ki, és annak a része vagyunk. Jó, hogy mi nem vagyunk mi szellem, vagyis a lélek világába egy egész más dimenzió vagyunk, de mi a természet nélkül senkik vagyunk. Mert mi a test nélkül senkik vagyunk, és a testünk a természetnek a része. És hogyha az nincs, akkor te nem létezel. A lélek mit ér test nélkül? A Földön nullát ér. Nem tud semmit kinyilvánítani. Én nem tudlak téged megsimogatni, nem tudok rád mosolyogni, ha nincs a testem hozzá. Erre való a testem.
És ha a testemet nem tartom a természet részének, akkor a természetet tönkreteszem, mert kihasználom. És itt tartunk jelenleg ugye a világgal, az emberi társadalmunkba, ki akarjuk használni egymást, dirigálni, és ugyanúgy a természetet. És ezt kell kikorrigálja a legfelsőbb valamilyen módszerrel, és az nem lesz más, mint egy isteni csoda. Amikor a kommunizmusban éltünk, ugye én 79-ben mentem el Romániából Ausztriába. Akkor még javába állt az egész rendszer, és 89-ben vége lett annak a rendszernek. De azt, ha valaki előre mondta volna, hogy az fegyverek meg rombolás nélkül véget ér, az nem hitte volna el senki. Az abszolút. És jött egy eszköz rá, és pontosan a legnagyobb, a kommunizmus legnagyobb erejével megbuktatta a kommunizmust. A kommunizmus legnagyobb ereje az volt, hogy egy kézbe a hatalom. És az az egy kéz hatalmat kicserélte a tudatát, és az az egy kéz hatalom elengedte. És ez egy isteni mű volt, mert nem más volt. És azt pedig ma sem tudod, hogy mivel fogja megcserélni. Ha beteszi az emberek fejébe az őszinteség kényszert, az én álmomat, akkor minden megoldódik napok alatt. Nekünk a feladatunk csak az, hogy mi magunkkal törődjünk. Hogy mi boldogok legyünk. Boldogság nélkül nincs fejlődés. Boldogság nélkül nincs lelki fejlődés. És ezért a lényeg, hogy minden nap egy dolgot kell megtanulni, hogyan legyél boldog. Körülményeitől függetlenül boldog legyél. És erre az egyetlen út szerintem semmi más, csak a spiritualitás. Mert itt a spiritualitás tanít meg téged azokra az eszközökre, amelyekkel te boldog tudsz maradni. Az olyan, hogy részvét, szeretet, őszinteség, alázatosság. Alázatosság Istennek a legnagyobb fegyvere. Az egy olyan tökéletes eszköz. Na, arról én sokat beszélek az előadásaimban, meg ezekben a könyvekben, itt a Sorsnavigátor 2-ben, munkahelyi problémáknál, hogy megtanulhatod belőle, mi az alázatosság. És ha azzal élsz, boldog tudsz maradni. És ha azt nem használod, nem létezik, hogy boldog tudj maradni. Mert soha sincs, hogy az igazat megtartsad magadnak. Ha te egy igazságharcos vagy, véged van. Lehetsz, nyerhetsz, akkor se leszel boldog. De ha alázatos vagy, a békéd és a boldogságod mindig megvan. Úgyhogy feladatunk szerintem nincsen sok, csak egy, de az nehéz. Az pedig az emberi születéssel hoztuk magunkkal, hogy kinyilvánítsuk az isteni képességeket és tulajdonságokat, amelyeket mélyen magunkban hordozunk. És ezt minden ember hordozza, legyen az jó vagy gonosz. Az nem függ attól. És azt kell megtenni, hogy az ember eljusson oda, hogy azokat tudja használni. A spiritualitás is egy vallás. Az én vallásom egy őszinte, feltétel nélküli mosoly. És kész. Nincs tovább. Ezzel minden meg van mondva. És ez mindenkinek jár.
Igen. Látod, ezekkel a vallásokkal bombázták le az embereknek a... Az. Érzetét. Az. Hát hányféle vallás van? Hát de mindenik... Teremtőről beszél. Hát de mindenik a legjobb, ez a baj. Ő azt mondja, ő a legjobb. Hát pontosan. Igen. Ez az egy probléma van csak vele. Megy ide, megy oda, és mindegyik mit akar? Ha nem hozzám jössz, pokolba jutsz. Programozz. De tudtad, ha nem a mesteremmel meditálsz, a pokolba jutsz. Igen. És te tudtad, hogy az a mester már ott van? Arról te tudsz már, hogy az a mester viszont ott van? Én vele oda is elmegyek. Látod? És ez egy borzasztó, és ez. Épülnek ezek a vallások egymásra, és itt nem kell bántani, akik bejárnak, és most hívőként még oda mennek, hanem ahogy épülnek, ezek egymás kezébe adják a következő üzenetet, de az az üzenetnek mindig ott marad az a lenyomata, ne fogadd el a másikat. Tehát soha nincs az, hogy elfogadás, soha nincs, hogy békében legyél, hanem leuralás. Tehát békétlenséget ad tovább, csak már más aspektusokat is betesz. De mindig magasabb szintre emeli a békétlenséget. Igen, de látod, hogy végül is a minden vallásnak az alapja a spiritualitás, az Isten szeretet. Igen, de azt kiveszik belőle a végét. Hát ez nem, én szerintem annyi mindent ráraknak, hogy ne látszódjon. Hát abban már eligazodik, akkor már nem tudod, hogy az az Isten, aki rád rakta. Mert az én ismerek olyan vallásos, katolikus embert, aki tényleg az Isten szeretetért csinálja, meg minden, de ugye kicsit nekik nehéz, mert megvannak ezek a dolgok, hogy akkor a másik nem olyan jó, mert ő nem katolikus. Ez a kemény rész a vallásnak. De a spirituál, tudod, hogy van? A vallás az egyház. Magyarul egyház. De a vallás, minden vallás egyház. És a spiritualitás pedig a város, ahol benn vannak a házak. Ezért én minden vallást el tudok fogadni, mert én a házakat kívülről nézem. De ameddig te a házadban vagy, nem vagy hajlandó kijönni és körülnézni, addig mindig azt hiszed, hogy csak azok a falakon belül létezik a világ, és csak az a jó. Ezért vannak a vallásoknak az Isten iránti monopóliuma. Azt hiszik, hogy Isten csak az övéké. Mindegy, hogy melyik vallást veszed. Ez itt a fő probléma. De ha a spiritualitásba kijöttél, én mindig azt mondom, ne add fel a vallásodat, de ha szereted és boldog vagy, te gyakoroljad. De néha gyere ki a házból, és nézd körül, hogy ott még vannak más házak is, meg milyen a város, az egész városnak a hangulata, meg maga a tér. Vagyis mi a spiritualitás? A spiritualitás semmi más, csak Isten szeretet. És aztán ott azon belül semmi szabály nincs, és nem is kell. Az Isten szeretetnél több szabály nem kellene az embernek. Azzal megvonna oldva minden. Minden ellentét megoldódott. De nézd meg, ehhez képest milyen sikeresen összehozták a vallásháborúkat? Mindegyikben az Isten szava, ott van az ászlón, és erre csak azt kell mondanom, hogy egyik legdrámaibb fordulatot pontosan a római katolikus egyház hozta, amelyik ugye, nézzük meg, körülbelül milyen áldozatokat hozott, már követett el. De csak a spanyol inkvizitákat, azokat a konkvizitátorokat, amelyik elment föl a majákhoz. És nézzük meg, hogy nézzük meg az indiánokat. Nézd végig. Mindegyik azt mondta, hogy hozta maga vallását, üzenetét, cserébe kiirtotta az ott lévőt, és majd ő alapít egy másik hitet. Na de aznak egy volt egy nagyon-nagyon magasztos élete. Ő tisztában volt az, hogy jól él. Nézd meg Európában, mit műveltek. Nézd meg azokat a mágia halál, ahol a nőket meg a gyerekeket. Ez mind Isten nevében van? Nem, ez egy ideológia nevében megy. Amikor Jézust keresztre feszítették, elkezdték üldözni a keresztényeket. És ahol elkapták őket, megölték. És kinyírták. És a
Jézusnak a tudata, meg az egész keresztény tudat sokkal erősebb volt, és lassan teret hódított, és ők lettek az uralkodók. És akkor az emberi gyarlóság azt csinálta, hogy ők elkezdték ugyanazt tenni azokkal, másokkal, amit velük tettek, mert ők voltak mások. És akkor ők kezdték megölni. Nézd meg, a magyar keresztény alapításba is, olvas utána, hány ember tölt meg az a király, akit szentnek nevezünk, azért, mert nem akartak átállni a keresztény vallásra. Tömegével. És ez mindenhol így folyt, nem csak nálunk, hanem mindenhol. Keresztes háborút indítottak, menni és a pogányokat mind leölni. Mert mások, mint mi. De ők is mások voltak, mint azok. És abból nőttek ki. És az ember olyan gyarló, hogy akárhol, ha hátrányos helyzetből felkerül a hatalomra, akkor nézd meg, mi lesz belőle. Az, amit addig utált. És ő fogja azt csinálni. Az üldözöttből üldöző lesz. Pontosan. És akkor itt most nézd meg, említetted Jézust, ugye az ő nevében miket csináltak? Ugye milyen érdekes, egy komplet egyház, egy vallási rendszer épül rá, és most azt nyugodtan veheted az összeset, ami alá tartozik. Érdekes, őt meghagyták úgy, hogy ő az ikon, az ő nevében, Jézus nevében gyógy meg, Jézus nevében vald be bűneidet, Jézus nevében minden, és annyira már nem vették a fáradtságot, hogy miért hagytad fönn a kereszten? Miért nem vetted le? Mai napig úgy ábrázolják ezeken a helyeken, hogy a kereszten van. Ha azt akarod, hogy az ideológia, az a hitrendszer, hogy azt mondja, hogy igenis Jézus tényleg az igazságos, tényleg a jó, tényleg a szeretet, akkor az első dolgom az, hogy ez alárendelem magam, és akkor mit csinálok? Van egy keresztre feszítésre mutató jelkép, ezt fogom és leveszem, mert én vagyok a megszólaló, és én biztosítom azt az ideológiát, azt az eszmeiséget, hogy már nem fönnábrázolom, és nem azt ábrázolom, hogy a kereszten van, hanem azt ábrázolom, hogy áldást ad. Nézd meg, Buddha kezén mi van? Nézd meg, az összesen mi van? Nem szenvedést ábrázol, hanem boldogságot. Áldást. Igen, hívjuk áldásnak, hívjuk boldogságnak. Igen, üdvösség. Igen. A legnagyobb problémát én annak tartom, hogy Jézus Isten volt, rendben van, ez valóban így is van. Ő egy avatár volt, Istennek direkt megtestesülése. És most ezáltal az ember őt Istennek teszi. Az is rendben van. A probléma csak ott kezdődik, hogy nem tud azonosulni vele. Én nem foglalkoztam vallással, azon kívül, hogy a pappal preferánszoztunk, meg a bort megittuk, Mise borát. És prédikáltam. De amikor én megtaláltam ezt a könyvet, meditáció könyvet, és elkezdtem olvasni, én kerestem belső erőt, hogy gazdagabb legyek, mert ha az ember gazdag, akkor gazdagabb kell legyen. Aztán nem jutottam el, hál' Istennek, a leggazdagabb vágyig, de az akartam lenni. És ezért kerestem belső erőt. És ez a könyv volt, ahol én találkoztam, és írja a meditáció Isten nyelve, mondom, hát ez nem nekem való, nekem a pénz az én Istenem, nem egyéb, és akkor vissza akartam tenni a polcra, és megláttam a fényképét a szerzőnek. Ezt a képet, ami ezen a meditáció könyvben van, nagyobb volt, és amikor a szemébe néztem, azt mondtam, stop. Engem nem érdekel, hogy ez a meditáció Isten nyelve, azt se tudtam, mi a meditáció. Engem semmi sem érdekel. Engem csak az érdekel, hogy én ilyen legyek, mint ez az ember. És én ő akarok lenni. És én ezt nem értem.
hogy a katolikus vagy a keresztény miért nem akar Jézus lenni? És ha mondod neki, azt mondja, hogy az káromlás. Hát ott van a Bibliában, én sokat nem tudok a Bibliából, de a szó szerint elmondom nektek, hogy azt mondja, azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint én. Azt akarom, hogy úgy éljetek, mint én. Azt akarom, hogy azt tudjátok, amit én. Hát ő egy nagy spirituális mester volt. Őt követni kell azáltal, hogy azonosulj vele. Én a mesterem akarok lenni. És én érzem is, hogy tudok úgy nézni emberekre, ahogy ő nézett rám. És az bennem van. És azt én akarom élni. Nekik ott van Jézus, aki valóban egy csodálatos. Én egyébként Jézust nagyon-nagyon szeretem, és én Jézust Szricsi Mojtól tanultam meg szeretni. Neki van egy színdarabja, az a címe, hogy a fiú. És amikor azt a színdarabot végignéztem, tanítványok előadták, én teljesen el voltam káprázva tőle, és én addig nem tudtam Jézust, hogy ilyen, hogy ő ki. És akkor kimentem, egy parkba voltunk, sötét este volt, és a parkba egyedül akartam lenni, mentem körbe, csak Jézusra gondoltam, és megjelent nekem. És az egy csodálatos volt. Az édességérzés, az a megbocsátó, az a elfogadó, hát az egy álom volt. Én csak álltam, és mondtam, köszönöm. Én így ismertem meg Jézust. Nekem Szricsi Moja mesterem, és ő mutatta meg nekem, hogy ki Jézus. Arra nem gondolsz, hogy azért nem, még nem is biztos, hogy jó szó, hogy nem akarnak a hívek Jézus nyomdokába kerülni, vagy Jézus szintű követők lenni. Arra nem gondolsz arra, hogy pontosan az egyik oka az, hogy fönntartod a kereszten, ezáltal ettől az úttól nagyon távol akarsz maradni, mert félelmet gerjeszt. És ott nem tisztelet, hanem félelem uralkodik. És amikor te fölnézel, akkor megjelenik két dolog benned, és ezt nem tudod kikerülni. Mert útszélén is ott vannak így, ezek az ábrázolások. Félelem és szánalom, de nem cserélné vele. Ha pedig nem cserélné vele, akkor hogy akarnál vele azonosulni? Azért tartják én, mert mit mondok állandóan? Vedd már le a keresztről. De az a kör, amelyik az ő nevébe járja a világot, és eszmeiséget hirdeti, annak nem ez az üzenet a fontos, hanem az, hogy így fogsz járni, mert akik föltették, azoknak a kezébe van ma az az egyház. És akár tetszik, akár nem, a római katolikus egyház nem Jézus egyháza. Mert akkor már levette volna, és az áldót, és a gyerekeket simult, a beteget gyógyító, a megölelő, az átölelő, az lenne. Hát arra mondod azt, hogy ilyen akarok lenni, őt akarok követni. Fönn feszülsz, ott szállodsz meg a napon, ott fagysz meg. Ez akarsz lenni? Félsz tőle, és szenvedés. Ezt én nem. A szenvedés. A szenvedés, a félelem és a távoltartás. A legjobb bemutatása annak, ami sose szerettél lenni. Tiszteled, mert tudod, mert hallottál róla, ki van mókóval rendesen az a Biblia, mert az egész Bibliát, hogy itt majd nem tudsz róla, hogy majd valószínűleg lesz egy olyan lehetőségünk, hogy összevetjük egy ősi iratokkal, én elmondom azt itt, meg elmondjuk a Bibliát. Na de miért nem veszik le? Tudod? Hát te, látod, ha Buddhát föltennék egy olyan szenvedésre, ki akar Buddha lenni? Hát én azért Buddha legyek, hogy így vége, ha egy mágián, egy tűzön ábrázolja, ott lobog a tűz alatta. Akkor elvárható a hívőtől, hogy hát azért jó, ott vagyok, de akarok én Buddha lenni? Nem akarok. Rászte más valami felekezetet, ami nem. Jézus nem akart semmi többet. Megmutatta az akkori világonnak, amit meg kellett mutatni, azt a szeretetlenség és gyűlöletet. És ő szóban el tudta mondani, tetteibe alá tudta támasztani, és erre ráépítettek egy nagyon-nagyon-nagyon nem őt követőt, amik viszont hálából ott tartják a szenvedési feszületen, nézd csak, nézd, így fogsz járni te is. Hát imádod még?
Hát csöndbe, nem véletlenül utána mik lettek? Eltűntek és különböző pincékbe szerették őt. Nézzük meg a római katakombákban lévő feltárt helyeket. Ma az a Róma irányítja azt az úgynevezett Jézusi egyházat, ahol üldözték, és a Kolosseumban állatokkal letették meg, meggyújtották fel őket. És akkor most azt mondjuk, hogy római katolikus egyház. Most nem kell belelenni mélyebben, hogy ki irányítja. Azt kell megnézni, hogy az, amit ő bemutat, és amire hivatkozik, az pontosan az, hogy oké, szeres, tisztel, de nézd csak. Félj az következményektől. És meg is csinálta a következményeket, akár megnézed az indiánokon, akár spanyolok mentek oda, tehát Európában. De mindenhol. Megcsinálta mindenhol a világon, nézd meg, egész Európát, Közép-Európát, egy sötét középkorba tolta, és talán ma is azt mondom, hogy ma lehet, hogy nem nyilvános, de valamilyen szinten még mindig jelen van. Mert amikor megjön az a bizonyos öntudatra ébredés, és akkor nem különböző felekezetekről beszélsz, hanem a forrásról, aki leküldte őt, hát akkor abban a pillanatban nem keresztet ábrázolunk, hisz Jézus bármikor meg tud jelenni. Hát ez nem kérdés. Bármikor, hát már nem is, nem érte, 500 évenként megjelenik egy nagy avatár. És? Tudunk róla többet? Nem. Pedig mindegyiknek van egy küldetése, mindegyiknek az adott korszaknak van egy üzenete, ő hozza meg. Változtas. És ezt minden korszakban végigélet. Illetve változ. És szeretetet ide. Hát nézzétek meg, ott van a Mitrász kultusz. Nézzétek meg. Melkizedek. Nézzük meg Jézus. Nézzük meg Buddha. Rengeteg üzenet van. Én nekem az a véleményem, hogy a többit is kicsavarták. És azért nem kívánok ebbe mélyebbre menni, mert igazából nem az én dolgom. Én nem véletlen egyiket sem tudom követni. Tiszteletben tartom mindenkinek, hogy ő mit akar, de föl kell hívni a figyelmét arra, hogy lehet, hogy ő jó utat keres, csak az az út nem az az irány. Az emblematikus figuráját, az ikont, ha figyeli, az már rég nem arról az útról beszél. Ha megcsinálnának ma egy filmet, ha Jézus ma valóban lekerülne, ez a bizonyos kör ugyanoda tenni, csak most nem kereszt lenne a neve, hanem valami tök más. Lehet, hogy ma egy tű lenne a neve. Robot lenne a neve. Erről jut eszembe, hogy Jézus lejött. És Budapesten van, és elment a Váci utcába. Végig sétáljon a sétáló utcán. És ott ül egy vakkoldus, oda megy Jézus, szem előtt elhúzza a kezét. Látok! Megy tovább Jézus, lássa, hogy ott ül egy nyomorék, lába sincs, oda megy, megsimogatja, felugrik, futok! Megy tovább egy kapuhajba, ott ül a kalappal a cigány. Megy Jézus. Főnök, közelébb ne jöjjön, mert én rokkan nyugdíjas vagyok. Úgyhogy ezzel zárjuk a Jézust a viccel. De ez tényleg jó, hogy ezekkel kell tudni, és ezek nem véletlenül sosincsenek a felszínen. Nem véletlen. Mert ha ezt elkezdenék a hívek kapargatni, hogy én azt szoktam mondani, menjél nyugodtan be a templomba, főleg egy régebbi, baromi jó energiába fogsz ücsörögni. Csak rögtön gyerek, amikor bemegy a pap, és megszólal. Mert ki is szedi belőle. Mert dogma. De az energia az valós. És azt elhiheted, hogy azt nem véletlenekre bízták, hogy hova tegye. Tehát ez nekem folyamatosan olyan, hogy én nem kívánok senkinek, hogy térjen át, nem a mi dolgunk, az ő tudat szintje, hogy
mikor kerül ki egy helyről, és elmegy a maga útjára. Igen, a spiritualitás azt mondja, hogy ne téríts meg senkit, és ne hagyd magad megtéríteni. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Hát ez a lényeg. Akkor mi? Ne téríts meg senkit, és ne hagyd magad megtéríteni. Hát nézd meg ma a világ vezetését. Ha bármelyik országban, ha olyan vezető lesz, vagy van, vagy lenne, amelyik elfogadja a spirituális gondolkodókat, és a spirituális vezetőket is meghallgatja, vagy a gondolkodókat, abban az országban gyökeres változás indul el. Gyökeres. Ez garantált. Mert hízni fognak neki, hitelesnek tartják, és mi több, kiállnak mellé. És akkor nem kell x évenként szavazásra járni. Mert csak egyszer szerzed meg ezt a bizalmat, és mindaddig nem kell kérni szavazást, ameddig azt élvezed. Ma meg azért van szavazás minden x évenként, országonként változhat, mert az a bizalom, az nem bizalom, hanem ígérvény. Ígérvény. Most én megígérem neked, 4 éven vagy 5 éven, vagy a franc tudja mennyi van, hogy ez lesz. És ha megnézed, 3,5 évig semmi nem fog történni, és utolsó félbe jönnek a bemutatók, itt vannak a csillivilik, megy a csillám, szórják a tündőri dolgokat, és tudatszintű függen, ez kell neked. És csak a 1,5 évet láttad. A 3,5 évből miről beszélsz? Ezt már elfelejtettem. Az ígérvényt szavazod. És újabb x évet fogsz ígérvényre beszavazni, behúzogatni, és ki lesz a legelégedetlenebb? A behúzogató. És ki nem törődik vele, akire behúztad? Na ezt az egyszerűt mikor tanítom? Az ígéretek földje. Hát a föld az... Nem véletlen volt itt ma annyi paradicsom. Sumérba, Dél-Afrikába, ígéretek földje. Dél-Amerikába, Észak-Amerikába, annyi paradicsom volt, gyereke, vagy Indiába. Ugye, akik elmennek egyszer Indiába, szerintem az ott nem voltam, csak átrepültem. Nem egyszer. Kik elmennek egyszer Indiába, vissza is jönnek. Képzeld el, mit mondott nekem a mesterem. Indiai mesterem. Azt mondta, hogy egy Sri Simoy tanítványnak semmi keresni valója nincs Indiában. Amit Indiában megtalálsz, ott van a szívedben. Nem kell menj sehova. És ne is menj. Úgyhogy én nem voltam, és nem is megyek Indiában. Ott tudnád megtanulni az ott lévő mestertől azt, amit szeretnél, vagy... Elég, ha figyelsz rá. Tehát el kell menjél a helyszínre? Tehát bizonyíték, hogy nem kellett. Hát az én mesterem nem élt Indiában. Hát azért mondom, de elmennél oda, megtanul, minek? Hát ha meghallgod az üzenetét, benne van a lelkedben. Az üzenetet ő csak kinyitja. Ő volt az e-mail feladó. Föladta az e-mailt, kibontottad az e-mailedet, elolvasod, érted, jó. Hát miért kell oda menni az e-mail feladóhoz? Hát sokan gondolják, hogy ott van a spiritualitás hazája, és ott aztán jobb lesz nekik, de ott van nyomor elég, amit látni. Hát még az is meg van torzítva. Minden. Elég, ha csak azt mondjuk, hogy az angolok tettek ezért sokat. Ugye? Nem ebbe a kategóriába ülünk itt, de azért akik itt ülnek, ez nem újdonság. Tehát, kérdezed? Na, még egy kérdés, aztán megyünk haza. Nekem van egy idős barátnyom, egy ismerősöm, együtt úsztunk, és tőle hallottam a szaunában a ti közösségetekről, és az volt az érdekes, amikor mesélte, hogy hogyha belép közétek mondjuk egy fiatal hölgy, egyedülálló, és utána már nem lehet mondjuk senki, hogy ez miért van. Ha egyedülálló férfi, ugyanez a helyzet. Igen. Csak hogy a nő férfi egyenlőség, meg tiszta legyen. Hogy ez miért van, hogy miért nem
lehet utána szerelmes, és miért nem alapít a családot? Sokféle út van, és sokféle spirituális mester van. Jézusnál is így volt, és Jézusnál ugye az apácák meg a szerzetesek, azok voltak az ő tanítványai. Úgyhogy aki igazából Jézus tanítványa akart lenni, az egy ilyen életet élt. Jézusnál szigorú volt a dolog, mert aki családos volt, az is ott hagyta a családját. Nálunk nem így van. Nálunk aki családos, az családos marad, és jön egyedül, vagy családjával, vagy gyermekkel, vagy gyermek nélkül, ki amilyen állapotban van, abban marad. Ennek az legelső oka az, hogy az út hova akar elvezetni. Tehát mi a célja a mester útjának? És milyen mértékben akar a célból valamit megvalósítani? Mi hiszünk abban, hogy a bennünk lévő isteni lényt, a lelket ki tudjuk hozni előtérbe, és azt élni. Ehhez viszont nekünk az első helyen az életünkben Isten kell legyen. És semmi más. És még csak nem is a mester. A mester is azt mondja, egy guru van, az én gurum, a te gurud. Mindenki gurúja a legfelsőbb úr. A te életedben, ha tanítványa vagy neki, az ő útján, az első helyen Isten van. Ha neki egy gyermeket születik, már első helyen nem lehet Isten, mert van egy új Isten a családban. És az is a helyes. Mert azzal kell törődj. Mert ha nem, akkor mi van? Akkor nem vagy jó anya. Akkor nem végzed el az isteni feladatodot. Tehát az új kicsi Istennek kell te szolgálj. Ha kettő van, akkor még nehezebb neked leülni, meditálni. Ha három van, már lehetetlen spirituális életet élni. A spirituális élethez nagy szabadság kell a külső világba. A nagy szabadságot a külső világba nem kapod meg, ha te családi kötelékbe mész. Ha te keresed a szerelmet, és egyik után a másikba is a szerelmek útján járkálsz, és azok az érzések visznek, amikor te szerelmes vagy, akkor ki van első helyen? Isten vagy a szeretőd? A szeretőd. Tehát, ha te valóban az életedet arra akarod adni, hogy az Isten megvalósítás fele menjen a te tudatod és az emberiség tudata, és ezt ha komolyra veszed, akkor ez így van. A Szécsimói útja, én szerintem manapság az összes ilyen spirituális mester útja közül a legtisztább. Igaz, hogy neki vannak a legkevesebb tanítványa, ezt el kell fogadni, mert ebbe a játékban nem fognak sokan bele. Viszont ez az út a legtisztább, pontosan azért, mert ott a csoporton belül is nem folyik az udvarlás, nem folyik az ilyen kapcsolatok, csalódások, meg megcsaltalak, meg nem csaltalak, meg mit tudom, micsodák, semmiféle. Hanem a tisztaságban, az isteni tudatra való meditációban, és mindenki magából az istenit akarja előhozni. Tehát az én tanítványtársaim nekem testvéreim, és egy testvéri viszonyban vagyok a lányokkal is, meg a fiúkkal, meg minden. Tehát ebből a szempontból, és ez az oka ennek, amit kérdeztél, hogy miért van nálunk a csoportban ez a dolog. Tehát ha elválik mondjuk valaki, kérdezünk, tovább tegyük a kérdést, mert hát ha ilyen is lenne, ha bemegy úgy, hogy mint házasok, férfeleségként, és nagy Isten, elválik a másik, és most mindegy, hogy mi az ok, de el szétválnak. Akkor mind a kettő külön-külön mehet, vagy egyik sem mehet, illetve még fokozzam a kérdést. Talál magam mellé egy feleséget, vagy egy férjet, és szeretné bevinni abba a közösségbe, ahol őnek ugyan megteheti? Kezdjük az első. Hát csak tudod, ez egyszerűbb a bonyolult kérdés. Így van. Tehát, ha most jön egy pár hozzánk, egy fiatal pár,
akik együtt járnak, de nem házasok. Csak akkor lehet Sri Csimói tanítvány, hogyha vagy külön élnek, vagy megházasodnak. Most mondjak egy konkrét esetet, egy finn barátom így jött a barátnőjével az útra, és mondták, hogy meg akarnak házasodni, és a mesternek is mondták, hogy tanítványok akarunk lenni, tanítványaid, és megházasodunk. És a mester azt mondta, very good. Megházasodtak. Együtt éltek, együtt voltak tanítványok. 5 év múlva elkezdték egymást verni. Úgy rendesen hisztizni, csapkodni, cirkuszolni. Elmentek a mesterhez. Mester, mi el akarunk válni. Very good. Elváltak, tovább maradtak tanítványok. És egyik sem kapott magának társat, vagy más feleséget, vagy más férjet. Tehát ez eddig rendben van. De ha valamelyik, mivel a Sri Csimói tanítvány nem köt házasságot, ezért, ha már elváltál, többet nem tudsz még egyszer házasságot kötni, mint Sri Csimói tanítvány. Tehát, ha házasságot akarsz még egyszer kötni, akkor kiállsz a csapatból. És ezt Sri Csimói miért hozta úgy, hogy ne lehessen? Mert ugyanebből az okból, amit példás, a... Egy példa is, mert maga az, amit ő mutat, az egy jó irány, de adott esetben hát ott a kettő elváltak az útjaik. Most ha ott marad mind a kettő szólóban, az egy más helyzet, de ha behoz az egyik vagy a másik fél valakit, aki egy olyan útra akarja rávinni, aki még kereső, akkor azzal miért van probléma? Nem működ. De miért? Azért, mert ahogy mondtam neked, a Sri Csimói tanítvány a családi állapotán nem változtat. Tehát, ha egy egyedülálló jött, az is, ha meggondolta, hogy mégsem akar egyedül maradni, akkor el fogja hagyni az útat. Pont nem is rég történt egyik hölgyel, aki ugye férjes volt, és eljött tanítványnak, a férje nem volt tanítvány, és aztán szétváltak. De válás nem történt jogilag, de szétváltak és külön éltek. És ő így élte a tanítványságot, és egyszer aztán meggondolta, hogy neki egy másik férfi tetszik, és akkor szépen kilépett, és azzal most együtt él, meg akkor most már el is vált az első férjétől. Tehát nálunk a csapatban ilyesmi nincs, mert a mester ezt így nem akarta. A mestert egyébként megkérdezték, hogy miért csináltad ezeket a szabályokat így. Azt mondta, én nagyon sajnálom, én nem csináltam semmi szabályt. Nekem ezeket a legfelsőbb úr lediktálta. És kész. Ez az én útam. És a legfelső úrnak, most ha úr, akkor mindjárt egy nemre gondolunk. Miből gondoljuk, hogy nem volt vele másik? Legfelsőbb úr vagy a legfelsőbb anya az ugyanaz, nem? Igen. Ott nincsenek nemek, csak értem. Hát kifejezés. De majd fogalmazunk úgy, hogy a régi nyelv androgén. Androgén, tehát... Hát akkor mondjuk most az Isten. Embernek a nagy pelkje, hogy nem tud androgén, ha lenni, Isten... bár szeretne, mert most átoperáltatják magukat, tudod? Most jó irányba vagyunk, csak úgy jelzem neked, hogy lassan ez a probléma, amíg Szicsiboly, ha itt lenne, már megoldódna, mert egyszerre van benne. És már nem kell válni, mert mindenre alkalmas vagy. Nézd meg ezt a katolikus egyházat. Cölibátus rend van, aztán több a gyerek, mint a házasság. Hát nézd meg, csak menj el Angliába egy kertbe, meglátod. Van hol. Higgyetek, voltunk. Nálam a faluban, ahol én születtem, volt egy nagyon teljes vezető plébános, aki vagy 30 évig uralta a falut, és aztán majd elment ő is, mert mindenki elmegy az örökké valóság függönye mögé valamikor, de a faluban úgy emlegeti, az egy igazi rendes ember volt. Elrendezte mind a 3 gyermekének házat vett.
amiről tudott. Legalábbis amiről tudott. Igen. Úgyhogy ez így működik tényleg. Hát ott de... működött, igen, ott működött, meg Angliában a mosoda is működött. Az ott lövő mosónők azok nagyon jó viszonyban voltak, úgy, akire mostak. Zoli akar. Igen, parancs. Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy Sicsimoly tanítvány voltam X ideig. Én is ugyanebbe az állapotba kerültem, hogy boldog családként mentem a Sicsimoly úton, és a feleségem ugye úgy döntött, hogy partnert elhagyott. Elhagyott, igen. Akkor ugye én 4 évig maradtam az úton egyedül, és hát minden szuper jó volt, ugye 95-től 2002-ig éltem a Sicsimoly utat, életem legszebb időszaka volt, a meditáció, a gyógyék, a világbéke futások, tehát tulajdonképpen nagyon jó, hogy együtt dobott a szívünk, tehát az a szeretet, az a béke, amit akkor éltem, azt most itt a Miklósség közösségében tudom újból érezni, és ugye az életem akkor pecsételődött meg igazán, amikor én visszafogadtam a családom. Tehát ez volt nekem a legnehezebb döntés az életemben, mert a Sicsimoly úton is családban voltam veletek együtt, viszont a kiskorú gyermekem, meg a volt párom visszafogadtam, és ugye a tanítványok írtak mesternek egy levelet, és az el lett juttatva New Yorkba, hogy mi a véleménye, visszafogadhatom egy családot, és ugye ott megkaptam a választ, és számomra az nagyobb fájdalom volt, mint amikor a párom elhagyott, hogy választhatok családom, vagy a Sicsimoly út. Hát választottam a családomat, ez még működött 13 évig, az asszony újból elépett egy barátomnak, és aztán most nem vagyok a tanítványokkal, de úgy érzem, ezt bátran merem mondani, és érzem a szívembe, hogy a mester mai napig vezet. Egész életem... De ez érdekes, amit mondasz. Igen. Tehát 20 éve történt. Ez érdekes, amit mondasz, mert ez a te helyzetedben volt az mester döntése. Igen. Mert ugyanilyen helyzet, valaki, elváltak, és 2 vagy 3 év múlva a feleséget visszavette, és a guru azt mondta, oké, vidd vissza, és megint a családdal jöhetsz. És nálad azt mondta, hogy nem, válasz. És akkor ő látta, hogy a feleséged mégis el fog menni, látod? És én ezt tökéletesen elfogadtam ezt a döntést. Ezt én akkor is elfogadtam ezt a döntést, nagyon fájt. És ami a számomra a legnagyobb tanulság, hogy én azóta is futok, imádkozok, meditálok. Én voltam sok csoportban, meg sok társaságban, de ezt az erkölcsi oldalát azt mondom, hogy a legnagyobb tisztaságot azt a Sicsimolytól lehet megtanulni. Tehát ott az őszinteség, a tisztaság maximálisan, ezt én a saját érzésemmel tudom alátámasztani, és a mai napig is azok, ugye a Laci, te is, meg hát a 95-2000-es években ugye együtt voltunk, a mai napig mindenki a szívembe megőröztem, és meg is fogom, és azt mondom, hogy én soha nem éreztem magam egyedül. Tehát a meditációban is érzem a mester vezetését. Függetlenül attól, hogy elhagytam az utat, és tudom azt, hogy ő nem... De egy igazi mesterrel az úgy működik, hogy a tanítvány el tudja hagyni a mestert, de a mester nem tudja elhagyni a tanítványt. Így érzem a mai napig. Ez így van? És a végére szeretném megköszönni ezt a vezetést. Szeretném megköszönni mindenki nevébe azt a sok szépet jót, amit te adsz az emberiségnek. A YouTube-on az előadásaid is csodálatosak, én mind kommentálom, és tényleg áldással meg lájkolom, és amit a meditációba kapok, akkor azokat meg szokom osztani az ismerőseimmel, úgyhogy nagyon
most is úgy vagyok vele, hogy én úgy érzem, hogy köztetek vagyok, veletek egységbe együtt, és boldog a szívem, hogy ami szomorú, hogy nem lehetek együtt meditációba veletek úgy, hogy a közösségbe. De tudom, hogy mindegy, hol meditálunk, mi mindig egyek vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Hát mondom, őszintén Zoli egy éve jár hozzánk. Januárban lesz egy éve. És vele párhuzamosan ugyanúgy, mi soha egy szóval nem mondtuk, hogy hagyja azt abba, mert pontosan az a, ennek a szellemi műhelynek az üzenete, hogy mindenhova menj el, ahova úgy érzed, hogy akarsz menni. Mindenhova juss el. Ha most Szicsimó élne, őt is meghívnám. Őt is meghívnám. Lehet, hogy érdekes lenne a beszélgetés is, mert ugye pontosan ez, amit most a Zoli is mondott, meg amit te is említettél, hogy a világ egy dologban mindig biztos, az egész univerzumra, ami igazság, igazság, az állandó változás. És lehet, hogy vannak dolgok, ami változásokon kell átmenni, például gondolkodásba is. Én nagyon sok olyan előadót meghallgattam, meg előadást, mint amilyen te is, meg még sokat, és mindig az volt az érzésem, hogy nagyon fontos üzenetek, csak ezeket nem mindenki érti. Nem tudja megérteni, mert mindig csak a saját szemszögéből akarja érteni, a saját világán belül érti meg, pedig sokszor az üzenetek túlmutatnak azon. És van olyan, amikor az volt az én érzésem, és nagyon fontos, hogy ez az én érzésem. Hogy hallgattam én olyan, mondjuk ismert tanítót, aki nem itt él, kint, és nagyon jó üzenetei vannak, csak nem vette észre, hogy már nincs, aki ezt szóljon. Mert a világ változik. És itt nem arra gondoljunk, amit most a világvezetés, tehát ne ilyen egyszerűre, hanem az univerzum üzenetei hozzák azokat a változásokat, mert hogy te is mondod, hogy a teremtő mindig megújítja önmagát. Tehát én ezért mindig elhatárolok, hogy valaki úgy ábrázolja, hogy egy szakállas bácsi. Hát nem is tudod ábrázolni, mert egy végtelen forrás. Ábrázolhatatlan, mert mindkettő benne van, ahogy mondtad. Ha nál nemekről beszélünk, de azért lehetne másról is beszélni. Tehát ezen belül meg kéne gondolni, hogy akik figyelnek ő rá, meghallják-e azt a változást, hogy már üzeni az általa is módosított változást, ami nem ugyanaz, mint amit programokat akarnak, vagy lehibridizálnak, meg robotizálnak, mert ő előnyös változásokat mond, mert ezt a változást akkor akarja megadni, úgy akarja megüzenni, amikor a teremtmény is már följebb lépett. És lehet, hogy egy ilyen változás már benne van, csak most nincsenek meg azok a kapcsolatok, hívjuk azt azok a tanítók, akik még ma is követnek, mert már ha most itt lenne közöttünk, már lehet, hogy például ebbe is mondaná az újat. Mondaná, hogy igen, megvan a legoldás, megvan a, én ma nyilván azt mondom, megvan a tuti. Az aktuális, a legfrissebb. Hisz a teremtőt, ha valaki, én azt szeretem, inkább úgy ábrázolom, egy olyan végtelen, mint egy hatalmas számítógép. Csak ne abba az értelembe vegyük, hogy ma gondoljuk. Árad belőle a forrás, az energia, halmaz, és az folyamatosan épül egyre magasabb tudatszinten lévő emberekre, vagy teremtményekre, most már az embert hagyjuk ki. Csak kérdés, hogy a teremtmény is érzékeli, hogy már épülni kéne. Mert az emberrel most levettük, hogy nem érzékeli. De gyanítom, hogy az univerzum nagyon sok faja se érzékeli. Mert akkor nem lenne olyan gyalázatos a többi fajjal. Mert hogy az embert nem az ember uralja, abban biztos lehet. Nem tudom, hogy állsz te az idegen fajokkal. Tettek már föl ilyen kérdést nekem? Léteznek idegen fajok? Én nem láttam őket.
Attól még létezhet, nem? Létezhet? Én szerintem ilyen biológiai életformában nem. De sokféle világ van, és sokféle életforma van, tehát nem kell húsvér legyen ahhoz, hogy létezzen valami. De ez a kínzó bolygó csak itt van, ami tulajdonképpen a boldogság bolygója. Van még más csak... is, higgyél nekem. Van még sok, sok. De úgy értem, hogy ilyen biológiai dolog, legalábbis, amit én nagymesterektől hallottam, Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Sri Chinmoy, szerintük nincsen második föld. A Terrára gondol? Hm? A Terra, mert az a más kettes földnek hívják. A Terra, párhuzamos világ. Ja, párhuzamos világ elmélet, az lehet, hogy van, nem tudom. Én nem tudok ebbe beleszólni. Én ehhez túl kicsike vagyok. Nem vagy kicsi. A kicsi, Terra. Kicsi vagyok én, majd megnövök én. Igen. Érdekes dolgok ezek. Én szerintem ez lesz a következő nagy ugrása az emberiségnek, amikor rákat hangolódnia, rá tud kapcsolódnia, és ha végre megszűnik ez a bezártság, mert ez az, hogy mi nem fogjuk tudni érzékelni, ez a bezártságunk van. Na, a bezárótól, ha megszabadulunk, abban a pillanatban kiszabadulhatunk. Hát ahhoz az egóból kell kiszabadulni. Ez az, és elfogadónak kide lenni. Ez a nehéz, így van. Igen. De majd, majd. Amikor már nem bírálunk, hanem csöndbe vagyunk. Amikor nem értünk egyet valamibe, és akkor nem azért hallgatunk, mert meghűltünk, hanem mert nem úgy fejezed ki az ellen dolgot, hanem átgondolod, és figyelsz. Mert lehet, hogy közben igaza van. Nem, az úgy van, hogy amikor a másik az ellentétét mondja, akkor te azt mondod, igaz. Igazad van. És akkor ő boldog lesz. Tehát te boldogságot ajándékoztál, és neked mit fáj az igazad? Két nap múlva senki se tudja, ki volt az igazság, de a boldogság az marad, és épül. És azon kívül a másiknak egy jót tettél, mert ő még békeharcos. És neki kijár az. És add meg, hogy legyen boldog. Mondjuk, hogy Isten legyen. Hát ő nem penisten lesz ezáltal. Hát most nagyon játsszák az emberek. Igen, már mindenki Isten. Isten játszik, csak az van, nincs hozzá képessége. Sok Isten van. De végül is mindenben Isten van, mindenkiben Isten van. Úgyhogy végül bárkinek igazat adhatsz. Ennyit akarok csak mondani. Akkor teszel jót, ha igazat adsz, és ha vezetett tovább a gondolatot, és utána ő is megérti, hogy neked is igazat. Ha majd visszaadja, mikor persze eljön az ideje. Na ez az áramoltatás. Ebben nagyon nagy a hiány. Mikor eljön az ideje? Majd áramoltatok én otthon. Van még kérdésetek, mert akkor... Én Laci szeretne majd egy pár szót a könyvekről, ugye? Szeretném egy pár szót a könyvekről. Ja, én a könyvekről akartam csak valamit. Jó. Olvasásról is a könyvekről. Tessék. Hogy hoztunk pár könyvet ide, és tulajdonképpen az olvasás lehet egy lelki gyakorlat. Ugye mindannyian keresők vagyunk, és fontos a belső fejlődés. És fejlődés azt jelenti, hogy magasabb isteni valóságokkal megteremtjük az egységünket, és ezt, ha megfelelő könyveket olvasunk, akkor megtörténik. Hasonlatot mondanék, hogyha van egy pohár langyos vízünk, csak egyféleképpen lehet azt melegebbé tenni, hogy egy melegebb vizet töltünk hozzá. Ugye a tudatunkat úgy tudjuk megemelni, hogyha egy magasabb tudattal találkozik. És hogyha a könyvek
ilyen jellegűek, akkor megtörténik olvasás által, hogy emeljük a tudatunkat, tehát egy belső fejlődést kapunk. És is speciális könyvek vannak olyan szempontból, hogy Sri Csimonynak a könyvei, ki egy megvalósult mester, tehát végtelen mértékben tartalmazza békét, boldogságot, belső erőt, az ő tudata, és kapcsolatba tudunk lépni vele, illetve ő neki egy nagyon jelentős tanítványának a műve, és itt van a Gunagrának a könyvei. Tehát érdemes, amikor egy könyvet kezünkbe veszünk, ilyen módon hozzáállni. És ha napi fél órát olvasunk, egy ilyen jellegű könyvet, az nagy fejlődést ad. Maga csak ez a spirituális gyakorlat, és ez az egyik legkönnyebb spirituális gyakorlat. A meditáció sokkal nehezebb, hatékonyabb, de sokkal-sokkal nehezebb. Tehát ez egy nagyon jó indulás a belső életünknek, vagy annak a karbantartása. Tehát egy hónapig ki lehet próbálni, hogy egy jó kihívás, időmenedzselésnek is kihívás, a napi fél órát olvasunk, vagy ha sok, akkor legalább negyed órát próbáljuk meg. Ugye régebben, akik komolyan érték a belső életet, elvonultak szerzetes rendekbe, vagy barlangba, vagy valahova, és csak azzal foglalkoztak a napi 24 órában. Tehát könnyebb dolguk volt, mert elvonultak attól a világtól, ami visszahúzt őket, meg sokkal több időt fordítottak a belső életre. Tehát mi egy olyan dologgal próbálkozunk, hogy ebben a rohanó és eléggé visszahúzó erőkkel teli világban próbálunk meg felfelé emelkedni. És ehhez egy jó lehetőség az ilyen jellegű könyvek olvasása. Hát ennyit gondoltam érdemes ezekről a könyvekről megemlíteni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Mi köszönjük, hogy eljött. Köszönjük, hogy eljöttetek. Eljöttek. Hogy éreztétek itt magatokat? Jó. Jó. Jól éreztük magunkat. Ha nem, elmentünk volna. Várjál, mert még az ajtó nincs itt. Ja, itt nem úgy megy, hogy csak elmegyünk, mi? Érted? Befele nyitva, kifele nem. Nem, minden nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Főleg, hogy ennyi csodálatos szempárt láttam, mosolygó embert. Igazán nagyon-nagyon. És ez még csak a kezdet. Hálás vagyok. Most ismerkedési szakasz van, tudod? Tegnap este voltam előadást tartani Kiskunmajsán. Ugye ez egy kis városka, és a könyvtár felajánlotta a termét, ott olyan 60-70 személyes lehet az a terem, és jöttek az emberek, és jöttek, és jöttek, és jöttek. Aztán már óvodás székek kerültek elő, meg minden, nem tudom honnan hozták, de 147 ember volt a 70-es teremben. De úgy szegények, hogy beültek aztán a könyvpolcok közé, a könyvmólyok, úgyhogy sokan nem láttak, csak hallották, amit beszéltünk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt, mert ott is rengeteg olyan ember volt, mint ti vagytok. És az nekem mindig egy akkora öröm, meg, hogy mondjam, nekem az életem erről szól. Nekem tulajdonképpen ez a szakmám. És nekem megadatott a képesség, hogy a hangommal embereket fertőzök. Aki hallgatott tőlem videót, sokat hallhatta, hogy nekem a mester megnyitotta a torokcsakrámot. És emiatt van olyan hangom, hogy az emberek megnyugodnak, vagy boldogok lesznek, vagy elkezdik keresni mélyebb énüket, és így tovább. És tehát én egy ilyen Sri Csimoly termék vagyok.
És én ezt nagyon is szeretem szórni, meg használni, mert ez nekem, ami engem beteljesít. Úgyhogy én valóban hálás vagyok, és nem úgy van, hogy ja, én elmegyek oda, vagy ide, vagy, hanem én hálásan elmegyek, mert mindenhol emberek vannak, és mindenhol lehet őket fertőzni. És az nagyon-nagyon jó dolog, mert nagyon isteni az isteni fertőzés. És akkor egy kis vírusgazdák lesz. Isteni vírusocskák. Az nem baj, az csak az nőjön bennük, igen. Tényleg, már zárásként, mi volt a véleményed erről a két évről? Erről az oltakozásról, meg ahogy azt bevezették, meg ahogy... Melyikről? Hát ugye az egész pandémia történet. A Covidról beszélsz? Igen. Már el is felejtettem. Mert most te hoztad föl, hogy behoztuk, hogy vírus, és ez igazából nem jósült el. Nem úgy érzed? Nagyon nem tájékoztam. Nekem nyolc, én be is odaadtam magam. Mert nekem a határon kellett járjam azért, hogy szórjam a guru fényét. És én másképp nem tudtam járni a határon, és én azt mondtam, hogy te guru, te rendezed, az az oltás most belém megy, aztán, hogy velem mi lesz, az a te dolgod. És nem lesz semmi. És melyiket nyerted meg? Mert a jóból. Hogy melyiket vettem? Melyiket nyerted meg? Hogy is hívják? Pfizer. És legalább egyet haraptattak? Hogy? Hányat sikerült kapjál? Kettőt. Hát, ha már lúd legyen kövét. De előtte kikérted a mester segítségét? Ugye? Hát annyi, hogy kaptam is tőle egy komplikációt, a másodiktól kaptam egy bőrvészketességet a tarkomon, ami most viszont elmúlt. Egy ilyen ultra... De ez az elsőtől volt? Kezeléssel. Másodiktól? Második. Azért most ne gyakorolod. Mit? Ezt a oltást. Jaj, nem gyakorolod, de hogy ne próbálkozz. Hát most nem muszáj, hát nekem muszáj. De a muszáj se gyakorolod. Ne gyakorolod, mert most már azért... Hát igen, de képzeld el, hogy miután beutattam magam, akkor fedeztem fel, hogy volt egy mezőbe egy út, ahol át lehetett járni a határon. Az már késő volt. Hol volt az isteni sugallatod? Na, mester! Hol volt az isteni sugallatod? Meg kellett volna kérdezni, hogy ez a tiszta, látod? Mondtam én, ez hogy... a tiszta akarat, üzenem nektek is. Mondtam, hogy nem vagyok tökéletes, legalább őszinte vagyok, érted? Figyelj, valaki nem is bajja be, ha egbotik, azt mondták, hogy így kell botlani. Hát akkor jó van, botlani. Nem, ne gyakorold ezt a sportot. Semmilyen. Már mostanában nagyon-nagyon szirén hangok szólalnak meg, nem tudom, hogy olvasod, de... Nem foglalkozom vele egyáltalán. És azt kell mondanom, hogy ennyi volt. Köszönjük. Én nem foglalkoztam akkor se, most se, és én nem is akarom tudni, hogy az az oltás mi vagy mivel jár, vagy mit hordoz, mert én a gurumért csináltam, és az ő dolga, hogy... Igen, csak amit elrendelnek, azt nem a guruk rendelik el, hanem azok, akik... Jó, de a guru véd engem meg. Legyen így az mindenkinek. Teljesszük ki ezt mindenkire. Teljesszük ki mindenkire. Hát aki a gurumhoz fordul, meg is védi. Helyes. Ez kívánom is mindenkinek. Olyan csodákat láttam, hogy az hihetetlen. Miklós, az Attilának az esete. Az is évek óta hallgassa Gunagriát, és most életveszélyes helyzetben volt, mert ilyen dolgozott. És mindenkit kinyír az a banda, nem Magyarország, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon terrorista állam. Nem itt most, nem most. Jó, fog. És ő megúszta. Meg, isteni védelem. Igen. Mert a kocsiját se vitték, hát csak betörték, meg leütötték. Nem lőtték. Mindegy, az a lényeg, hogy... Megérte. Tori, nem most. Az a lényeg, hogy meg kell érteni a világ üzenetét, és az üzenet között elég a sok a zavaros üzenet, de a tudatos és spirituális ember, aki használja azt a belső utat, használja a szívét, annak pontosan kell tudni, hogy az üzenetek, miről szólnak, és egyre inkább csak a tudatos fogja érteni.
mert nagyon bonyolult üzenetek vannak, amit nagyon-nagyon meg kell értened, és ahogy szokta mondani a bölcs ember, aludjál rá egyet. Igen, eléggé meghűjtették az embereket. Igen. De a tudatos ember mindig védve van. Teremtő által, a mester által, az mindig védve van. Ha hisz benne. Igen. Igen. Tudod, hogy van, ha hiszel Istenbe, van Isten. Ha nem hiszel Istenbe, nincs Isten. Akkor is van, csak te neked nincs. Hát ezt azért mondom neki, nincs Isten. De attól még az van. Nincs Isten. Az olyannak nincs Isten. És akkor az nem is avatkozik az életében, mert Isten egy gentleman. Azt mondja, te ügyes vagy, magadtól csinálod, szuper, ereszed. Szerezzed a tapasztalatokat. Én mindig éreztem a mesternek a védelmét. Mindegy, most nagy kihívások alatt áll ez a mostani repertoár, és én úgy érzem, hogy egyre inkább, minél jobban szorítanak, minél inkább próbálják a félelmem dózist adni, annál inkább erősödik a tudatosság most. És ezt látom, hogy te is elmész egy helyre, elmegy oda mennyi. És nagyon sok ilyet hallok, hogy menjenek, menjenek, hallgassák, hallgassák, a belső útjukra térjenek rá. És az elvezet arra megnyugvásra, hogy nem érdekel a külvilág zaja a rémhírek. Igen, belül van. Igen, igen. Ez a legegyszerűbb válasz rá. Ha Isten benned van, ki lehet ellened? A félisten. Azokból van sok. Ugye? A külső istenek. Hát igen, ez a hosszú történet, reggelig üldél, ha itt elkezdem én ezt mondani. Köszönjük meg Kunabiának, hogy itt volt. Köszönjük meg, akik néztek. Most a kitárgásunk. Beszéljünk még, és várunk benneteket szeretettel. Sok kevés idő van, de azt a kevés időt használjuk hasznosan. Ha nem az idő kevés, a gondolkodó a kevés, de még több gondolkodót szeretnék. És kívánom nektek is, hogy ezt a fertőzést szórja csak. Hatékonyan. Neked is. Hatékonyan. Köszönjük. Jó?